Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM. Komolyan mondom, sehova nem tudunk elbújni, hogy ne találjanak meg, nem? Egyszerűen elképesztő, hogy mindenhol, bárhova megyünk, helyszínváltozás, utánunk jönnek. Hát most mondd meg, Jani. Hello, Feri, jó reggelt! Hello, szóval Jani! Sziasztok, kedves hallgatók! Hello! Drága hallgatók, itt vagyunk Győrben, már most mondjuk, ha valaki esetleg nem hallotta volna, és most ott áldogál, és azt mondja, hogy Bali, ha-hó, Jani, halló. Igen, az Feri. Jól látja, nem vagyunk ott. Igen, nem vagyunk ott, mert ugyan letelepettünk oda, de elsodott bennünket a szél, és egészen elfújt ide az hol vagyunk? Árkád? Etóparkban vagyunk, kérlek szépen. Jó vagy, Bali! Tehát még egyszer fussunk neki ennek a gondolatnak. Etópark, élményközpont. Élményközpontban vagyunk, így van. Megyeházatér volt meghirdetve. Aki bizony ott áll most, az nem azt gondolja, reméljük, hogy láthatatlan a stúdiónk, hanem arrébb jöttünk egy kicsit a város igen szélére. Ott de... ne várjon, és vissza sem megyünk. Igen. Vagy hát legalábbis nincs esély arra, hogy a hidegfront elmenjen. Egy úgy, nagyon hogy... picit holtak hajnala zombi klasszik hangulata igen van az egésznek, mert egy bevásárló központban vagyunk, ami egy nagyon picit kong a technikánk miatt, és a stúdiónk előtt, ha nevezhetjük ezt stúdiónak, tehát a színpadunk előtt, a színpadon, a Morning Show, tehát a színpadunk előtt egy kisebb tömeg tömörül, közvetlen a fővárattal szemben, tehát még csak el se lehet minket kerülni. Hát reméljük, majd nem torkollik abba a dolog, hogy elkaptok mindenféle kort, aztán megtámadtok minket és fölzabáljátok hanvas testünket. Tehát viszont, nem... ha kint kitör valami nagyon nagy dolog, akkor igen, befészkeljük magunkat ide, föltörjük a boltokat, kiraboljuk az élelmiszerüzleteket. Itt van egy étterem is, oda beköltözünk, főzök így valamit. Van. Én majd bezárkozok valahova a hostess lányokkal, hogy túléljek. Igen, figyelj, számos zombi film szólt arról, amit te is mondasz, hogy bevásárlóközpontokban rejtik el saját magukat, és ott próbálják túlélni ugye a zombi támadást. Úgyhogy ez megtörtént. Ez térjünk vissza, hogy akkor elbújtok, de az csak azért van, ugye, hogy tovább tud örökíteni a géneket. Tehát természetesen a túlélés záloga. Igen. Honnan tudjátok, hogy ide kellett jönni? Mi a neten néztük meg. Látod, milyen rendes hallgató? Megnézi előtte, hogy hova kell jönni. Neten, Facebook oldalon? A Facebook oldalon, igen, megosztották, hogy itt lesz. A miénken? A Morning Show-on? A Morning Show oldalán is rajta volt, igen. De szerencsés vagy, hogy van netetek. Nekünk nem volt a szállodában. Igen, igen. Viszont cserébe hideg volt. Na mindegy, nem érdekes. Figyelj, azt jó is elmondjuk, az, hogy egy szállodával elégedettek így vagyunk. Van. És azt is elmondjuk, hogy ha nem, azért, hogy a többi majd jövendőbeli vendégnek javítsanak a szolgáltatáson. Így van, meg mi? Ami az csak... egyiknek jó, az a másiknak rossz, ami az egyiknek rossz, a másiknak jó. Így például az inuitok, azok panaszkodtak volna valószínűleg. Miért van, hogy meleg, mi? Figyelj, nekem olyan nyilázárok voltak a szállodában, tök komolyan, hogy amikor én ilyen utcafronton feküdtem, nem, pont arra az utcára nézett a szobám, mindegy. A kocsma hallatszott pont verte az oldalát a szél. És így feküdtem az ágyba, és azt láttam, hogy minden egyes ilyen szélverésnél így meglibben a függönyöm. Ó, mondom, hát ezek a nyilázárok már nem zárnak annyira, mint talán 10 évvel ezelőtt. Azt hittem, hogy valaki járkál a szobába, jött egy ilyen fuvalat, és így fölment a szőnyeg. Ó, remélem, nem vagy gonosz entitás. Kérlek, távozz tőlem. Menj innen, mit akarsz? Gyorsan végeztem egy szelleműzést. Tehát minden egyes nagyobb lökésnél kicsit így megkapaszkodtam az ágyam, hogy ne vigyen le a szél. Közben pedig hát így párásodott. Picit emlékeztetsz a nejemre. Párásodott az ablak, mert belül meleg volt, kívül hideg. Úgyhogy szenzációs volt. Viszont volt forró víz. Nálatok. Látod? Nem, az nálam is volt. Kevésnek te is később jöttél. Én 4:11 körül értem ide, ugyanez az én szobám is körülbelül. Én a parkolóra néztem, tehát nem az útra, de a kis rések azok megvannak. Ez valószínűleg minden egyes szobánál így van. Miért nem jön az el egy pont egy szállodánál, hogy lebontják? Miért nincs az, hogy egyszerűen azt mondják, hogy köszönjük szép, eddig állt 50 évig, most már úgy néz ki, mintha valami villamos művek raktára lenne. Bontsuk le és építsünk valami szépet. Miért nem csinálnak ilyet? Hát nem tudom, mert valószínűleg nincsen akkora építészettörténeti múzeum, amiben elférnének a maradványok. Vagy szerintem én nem tudom. Ezt nem is nagyon akarná senki elrakni. A lift az ilyen paternoster volt, így beálltam, azt mentem egy körbe. Igen. És akkor vettem észre, hogy itt nincs emelet, vagy ki kéne már szállnom, akkor a 10. kört mentem. Jön már a harmadik, mikor jön már a harmadik. Istenem, jövőre hol fogunk aludni, ha Győrbe jövünk, nem tudom, megyek után. De volt egy kósza ötletem, mert van a kocsimban ilyen tűzgyújtó, nem tudom, valahogy bekeveredett, mert mindig eldugom a gyerek alól, vagy a gyerek elől, ugye, hogy ilyen kültéri kicsit meglocsolod a fát, bedobsz egy gyufát, és ég mind az állat, hogy a folyosón felszedem a parkettet, finoman kicsit meglocsolom, és így körbeültünk, hogy lejössz hozzám, és körbeülünk egy tüzet. Nem? De jó lett volna.
Kovakő meg tapló? Nem, van egy folyadék, amit ha ráöntesz a fára, akkor az sokkal jobban, gyorsabban ja, ég. Így, ja, így, és az van a kocsimba ja. Hátul, nem tudom, hogy ilyen kültéri grillezéshez. Hát kösz, igen. De milyen jó, hogy ilyeneket tartasz a kocsiba. Na, ugye, bármikor az ember összeült egy sztéket. És ez jutott eszembe, hogy felszedjük a parkettát, rakunk egy tüzet, lejött egy kicsit melegedni, körbeüljük. Ez miért van nálad, hogy ezt a hordom egy a piros lámpánál, hogy lemosom az ablakot. Nem, akkor az vagy a számba öntöm, fogok egy öngyújtót, és kifújom az ablakon. Azt nem. Holnap kipróbálhatnánk szabadtéren. Csináljuk meg, nagyon jó egyébként. Hogy kipróbálod? Persze, ez két dolog van, a tűz is nagyon jó, meg az a folyadék is nagyon jó a szádba menni, tehát az abszolút ilyen harmadfokú égési sérüléseket lehet szenvedni, hát, az igen. De csak úgy, ha valamelyik ötöket lefújhatom. Az jó? Hallod, Jani, téged akar? Igen. A Szaszának, az Action frontemberének az énekese, azért lehet is büszke többek között, mert az ő felesége Dóri egyébként foglalkozik ilyesmivel, és ő mondta, hogy amikor elkezdte ezt a dolgot gyakorolni, mi dolgoztunk együtt, elkezdte ezt a dolgot gyakorolni, akkor azért egy ideig nem tudta a száját használni se erre, se arra, se amarra. Tehát, hogy majdnem ráment a házassága. Érted? Mert ott azért olyan égési sérüléseket össze lehet szedni, hogy ihaj. Tehát, hogy szerintem igen. Majd valamelyik hosszú hétvégén gyakoroljuk. Ez lehet, hogy nem élőadásban kell. Jó, de igen. Holnap péntek igen. Két napja van, persze. Hogy összeszedje magát. Igen. A többiek honnan tudták, honnan tudtátok, szólaltass meg egy-két embert felé, honnan tudtátok a hírekből, vagy tudom, az oldalról? Tudom, hogy vagy honnan tudtad, hogy itt vagyunk? Hát éjszaka hallgattuk a rádiózt. Tényleg? Uh-huh. Nagyon drágák éjszaka voltak a mi híreseink, mert bemondták éjszaka is, minden egyes hírblokkban ott volt, úgyhogy ez tök jó, hogy van egy helyszínváltozás, mi arra számítottunk, majd 6-kor elkezdjük mondani, és akkor mindenki átszállingozok ide. Erre jövünk, nem? És itt már lassan kezd el lenni az aula. Ki az, akinek a haverja, ismerőse, barátja szólt, hogy ha mész, kisfiam, kislányom vagy a szülő, akkor ne oda menjél, ami meg van hirdetve. Aggódó anyuka? Nem volt sehol? Nézd meg, itt van, hello, szevasz. Hello, Dani vagyok. Szia Dani, neked ki szólt? Nekem az itt álló kolléginám szólt, hogy Facebookon jeleztétek, hogy itt lesztek. Ez úgy ment, hogy már a hét elején ti terveztétek, hogy akkor egy kis szabadnap lesz, vagy az elejét ellogjátok a melónak, jöttök, és akkor a kollégina átcsörgött tegnap este? Igen, pontos. Hát igazából Facebookon írt, szóval szerintem 2 perc múlva én is észrevettem volna. Aha. Hát is jöhetett volna, hogy elnézem személyesen szólni, de mindegy. Erre jó a Facebook. Igen. Na jó van, mondjuk már sokszor a helyszínt, ha valaki esetleg még keresne bennünket. Mikor értél el, Feri, tegnap? 4:11, még megpróbáltalak benneteket utolérni, mert csapatépítő volt tegnap, képzeljétek el. Igen, hál' Istennek megfelelő távolságban a szállodai szobánktól, mert tudjuk, hogy ott van egy-két ember, aki, hogyha egyszer kiszabadul a meleg otthon öleléséből, akkor... Csak mondom neked, hogy ők még mindig szerintem a buliban vannak. Igen. Tehát van 2 olyan kolléga, aki valahol a városban van, ha találkoztok velük, akkor hozzátok ide. Én csatlakoztam hozzájuk, és akkor mondtam így 12:30 körül, hogy ezt én már nem tudom behozni, ahol ti vagytok, ott van az a buli, ahol már mindenki csatakrészek, mindenki megye ízni. Nincs rajta a gatya. És hiába mondod, hogy nem érdekel. Igen, na, az ilyen buliban vagy megérkezel időben, és együtt rúgsz be, vagy gyorsan eljössz, mert nem tudod utolérni őket. Viszont te rosszul érzed magad, hogy ők nagyon részegek. Egyébként, hogy ha mondják, hogy hol van pont konkrétan, mert ugyan oda mentem volna egy-két selfie kedvéért, tudod, jó? Már, tudod, hétfőn megmutatni neki, igen, ezt te voltál. Igen, van az a részeg, és nálunk is van az a típusú ember, aki olyan részeg tud lenni, hogy bármit megcsinál. Igen. Tudod? Hogy oké, akkor most megy. Az ügyfelek kedvéért. Megy le 4 kézláb, és ugass nagyon hangosan, és annyira részeg, hogy megcsinálja. Szerintetek meggyullad, szerintetek. Igen. Nem mered meggyújtani a kezed, nem mered meggyújtani, de általában megmeri. Na jó van, nem annyira durva most ez itt legalábbis Győrben. Igen. Hát itt bennem, ugye? Na azt hittem, egy kicsit hűvösebb lesz, de egész jó idő így van most. Miután 20 méterre vagyunk gyakorlatilag a kültértől, illetve 2 ajtó is elválaszt minket a szélvihartól, így egyébként igen. Egész jó. Viszont legalább az eső nem esik. Fogja erősen a gyerek kezét, mert fúj a szél. Ha magáé. Gyerekek, elmentem egy olyan 300 méter, csak azért, hogy milyen rendes vagyok, megszabadítottalak benneteket. 300 méter gyalog. 300 métert tettem meg gyalog. Ne mondd már. Hát 250 az egyéni rekord. Nagyon fura volt egyébként ennyi gyalogolni. Tényleg nem is teljesen értettem, mert hogy ebben a fantasztikus -3 csillagos hotelben, amiben voltunk, ebben... Na jó, ebben mondom, jövőre már nem kell jönni. Szerintem statikailag már úgy is összedől, hogy nem fog már állni addigra. Amúgy csak kozorúzásra jön. Egy nagyobb szél szerintem ma eldönti, úgy, hogy oldal eldől. Nem, egy a 400 méterre van a garázs. Egyéni megoldás egyébként. De gondoltam, hogy jót teszek veletek. És mire ti lejöttetek, és megriadtatok, addigra ott álltam, mint egy taxi. Egyébként tényleg? Mi van ezzel a gyerekkel? Elfutottam életem kockáztatásával 300 méter a parkolóházba. Laza 10 percig kerestem az automat azon a nagyon komoly másfél emeletem, mert elfelejtettem, hogy hova parkoltam. És mire leérkeztetek, előállt az autó.
fűtött szóval tűlések. Apán, szóval van egy ilyen oldalam is, hogy mondtam, hogy a kicsi Jani nehogy fölkapja a szél, elvigye messzire. Igen. Istenem, úgy aggódok érte, oda kell állnom az autóval. Én mondjuk lenéztem a szobám ablakából, bocsánat, lenéztem a szobába alakát, és láttam, hogy ott van az autó, és el is kezdtem rajta gondolkodni, hogy mondom, basszus, már ehhez is lusta, hogy a parkolói elvigyel. Nyilván idehozottam. Érted? Igen, hogy mi rajta az a sok letört ág, a buxus, azok nem. A tuják. Azt nem engedtem senkinek, hogy kiálljon. Úgyhogy ez volt azért reggeli meglepetésem. Volt. Nagyon rendes volt. Picit törlesztett, mert ugye tegnap nem volt sehol, amikor vártam, hogy elvisz minket, illetve elvisz engem, elfogar az lébénybe. Jaj, hát akartam kérdezni, hát mivel mentél lébénybe? Hát ugye egy héttel ezelőtt felajánlotta, hogy elvisz engem lébénybe, hogy megnézem azt a gyönyörű románkori templomot, ami ott található, ami az ország egyik legjelentősebb középkori műemléke, aki esetleg nem látta, menjen el és nézze meg, mert megdöbbentő. Tehát megdöbbentően szép templomról van szó, szóval, és hát vártam, hogy akkor ott van a közelben, vagy ott lesz, de aztán kiderült, hogy Budapesten tartózkodik éppen akkor. Úgyhogy úgy éreztem, hogy hív a vasút, vár a MÁV, és lementem az állomásra. Ott nagyon nagy szerencsém volt, mert bent állt egy vonat, és megkérdeztem ott a vasutas arcokat, hogy ez jó-e nekem lébénybe. És mondták, hogy jó. Hát mondom, de király, elmentem, megváltottam a jegyet. Jó, ki az, aki arra szavaz, hogy Jani tegnap megszívta a lébényi utazását? Így, hogy még nem tudjuk, hogy mi van. Én. Jó, én. Jó, biztos, jó. Annyira sztereotíp gondolkodásmódú, akkor hagytok, szégyelljétek magatok. Hiszen 10-ből 10-szer vagy vonatra szállsz, vagy lekésed a csatlakozást, vagy rossz irányba mész. Annyit elfelejtettek mondani a vasutasok, hogy Lébénynek nincsen saját vasútállomása, tehát ott két településnek van egy vasútállomása, és hogy nem a másik településhez van közelebb ez a vasútállomás. Lébény 3,5 kilométerre van még oda, úgyhogy volt egy kis gyalogtúrám is, mire odaértem, mert természetesen helyi buszjárattal nem tudtam menni. Nem is tudtam egyébként, hogy van lébényben. Stoppolni nem akartam, hát ha elrabolnak, és aztán lepetéznek bennem valahol, valami árok mélyén, és akkor elgyalogoltam, de megérte. Minden egyes pillanata, minden egyes perce megérte. 2,5 órát tartózkodtam a templomba és a környékén, volt egy tökéletes idegenvezetésem, és komolyan mondom, hogy ez a szóben szakadt, hangfennakadt kategória, bemegy az ember, körbenéz, és megáll benne az ütő. Engem egy pár másodperc, vagy pár percre magamra hagytak ott, addig összecsomagoltam azt aranyozott kegytárgyakat is, de hogy is. Tehát, hogy egy pár percen magamra hagytak, és bementem, fél percet voltam benne, aztán kijöttem, és felhívtam a feleségemet, hogy elmondjam neki, hogy én még ilyen szépet, komolyan mondom, nem láttam. Azt hittem, hogy cölibátus lesz, és igen, így van. Én még ilyen szépet nem láttam, Móni, pedig 12-szerre vagyok itt. Éppen 13-szor fogom most végignézni, de még mindig ugyanolyan szép. Figyeljetek, fantasztikus a hely. Majd rakok föl az egy darab képet, többet nem rakunk föl, mert mindenki menj el és nézze meg, de egyébként életem egyik legnagyobb élménye volt megnézni ezt a templomot. Sajnálom, hogy ez kimaradt. Igen. Aztán visszafelé egy picit vártam a buszra. Az arcodon, te, nem, hogy te nem lehettél ott. Azért mentem volna el erre kivételesen, mert hogy ennek ugye köze van a Szent Jakab Zarándok úthoz. Így van. Ami engem viszont tényleg nagyon érdekel, ugye magához a Caminohoz. Csak mondom, hogy tegnap fölhívott valaki, akinek a nevére nem emlékszem, mert nem beszélt jól magyarul. És beajánlott neked valami idegenvezetőt, valami spanyolországi, nem tudom milyen püspöki karnak a vezetője, aki egyébként olasz. Megcsörrent a telefonon 10:30-kor. És mondta, hogy te mikor érsz oda? Hát mondom, nem tudom, most váltunk el, de igen. Szerintem mész, de én nem de tudtam, hogy... 2040 környékén. Igen, mész, hogy ne. Mert hogy oda küld neked valamilyen idegenvezetőt egyedül, és aztán kiderült ugye, hogy hát ő 6-szor végigjárta a Caminót, és még egy laza 20 percen keresztül mi ezt nagyon megvitattuk. De mondom, a spanyol püspöki karból beszélgettem valakivel, aki félig magyar volt, félig olasz, nem minden szavát értettem. De azt megkérdezted, hogy te kocsival tudsz-e menni a Caminóra. Igen, végig lehet menni. Na mindegy, majd elmondta, hogy 6-szor végigment a Caminón, na ez nekem nagyon tetszett, erről vidáman elbeszélgettünk. Majd mondtam, hogy a Jani nem tudom, hogy hol van, tehát ne küldjön oda valakit, mert nem tudom, hogy te végül mentél-e vagy nem. Ja, Jani menni oda nem te, akkor elég lesz a sekrestés. Úgyhogy eljutott hozzájuk, képzeld el, hogy mi beszéltünk erről, meg te oda akarsz menni, meg ugye úgy volt, hogy együtt megyünk, és küldtek idegenvezetőt. Fantasztikus egyébként. Ha valaki végig akarja járni az El Caminótának, azt javaslom, hogy inkább a hagyományos 800 km-es túrát válaszza, mert innen 2900. Igen. Hosszabb. Ez is egy hivatalos zarándok út, ha innen indulsz, csak az igen, tehát az soha nem érsz oda. Az egy kicsit melósabb. Messze van, mint a mélygarázs. Hát az alap ugye, amikor átmész a Pirenausokon, és az ilyen 860, majdnem 900, ha elmész ugye a Finisterig, ami már ott van az óceánnál, ha levágod és a spanyol részről indulsz, az 860. Na, az azért. Nagyon barátságos kis túra. Egy 30 nap alatt lesétálható egyébként. Most ez a 300 méter engem elgondolkodtatott, de ha kicsit edzek, akkor... Fölmegy az 600-ra, mi? Szerintem most igen, ezt picit megsínlettem ezt a 300 méter, de figyelj, fölmehet ez többre is. Na jól van, oké, helyszínről választunk a játékost, jó, drága jelenlévők, úgyhogy gyúrjátok magatokat. És
Igen. Csak annyit akartam mondani, hogy SMS-ben most senki ne jelentkezzen, mert egész héten a helyszínről játszunk. Hogy állunk a játékkal? A Vér Jani kivégezte az országot. Én csak így hívom ma. Persze. Menetelsz? 3-0. Hát ez van, srácok. Most 3-0 és meg tudja csinálni az 5-0 is szerintem. Most ugye? Már ne állj le. Aha, ja. Figyelj, ha ilyen lendületben vagy, menj végig. Tehát te viszed a hátán a stábot, érted? Hát visszaültél a lóra, vágtad, igaz, hogy a lábad beleakadt a kengyelbe, és nem vagy a földön, de ne, menj. De a ló visz, úgyhogy figyelj, ezt most már végig kell csinálni. Figyelj, ha akarják, hallgatok, akkor játszok ma is. Igen. Jó, de egyébként a szabad választás jogát, demokrácia van. Bízunk rájuk. Jó, bízunk rájuk. Ami fontos, hogy helyszínváltozás volt, Eto Park élményközpont. Nagyon drágák egyébként, ugye hirtelen is ilyen kis, hát hogy is mondjam, gyorsan biztosították nekünk ezt a helyszínt. Befogadtak minket, ugye? Tulajdonképpen olyan aranyosak, hogy biztosítottak nekünk lehetőséget, hogy itt legyünk, úgyhogy ide jöjjön mindenki, jó? Nem az eredeti helyszínen vagyunk, Eto Park élményközpont, a rossz időre való tekintettel behúzódtunk egy ilyen kis zugba, mert itt azért kevésbé csapadékosabb. Így van, de egyébként az összes helyszíni játékunkat, amit egyébként a kültéren is ki lehetne próbálni, azt itt is majd hogyne? Mindenkinek ki lehet próbálni, lehet majd természetesen rönkvágási versenybe bonyolódni, nagyon vicces dologról van szó, őket egyébként május 17-én a Budai Várban élőben is meg lehet majd tekinteni, szurkolunk nekik, hogy jó idő legyen. Aztán természetesen van szűrés is, 34 féle különböző ingyenes orvosi szűrésen is lehet vizsgálaton lehet túlesni, de szerintem ott vannak hátul, nem? Az kint a kamion. Az kint a kamion, akkor itt, hogyha erre indultok és kivergötök valami kis mellékhajtón, akkor kint találjátok. Na, a kamion, lesz dobolás is az a lényeg, ugye, hogy jót fogunk hát, majd dobolni a mai napon is. Így van, és fogyasztatok abból mintegy 1200 kiló marhahúzsos sóletből, ami ebben a hordóban található, úgyhogy vicces lesz. Itt is minden gyakorlatilag ki lehet találni, és ne felejtsük el, 100 000 forintot lehet nyerni készpénzben ma is. Hogy? Regisztráljatok, mindenkinek kötelező, és itt kell maradni 10-ig, mert csak az kapja meg a 100 000 forintot, aki itt van, és ebből lehet 500 000 forint is hétfőn. Bizony, mert hogy azok, akik regisztrációs lapot kitöltik, és indulnak a 100 000 forintért, azok bekerülnek egy nagy közös kalapba, amikből aztán hétfőn mi a Morning Show-ban kisorsolunk 500 000 forint készpénzt. Jó, mindent elmondtunk szerintem, úgyhogy jöjjenek a hírek, jó? Mi pedig választjuk a játékost, és jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Morning Show nagy tavaszi országjárás 2014. Élőben Győrből. Hey, jó reggelt kívánunk mindenkinek! 7 óra volt 9 perce. Hát Feri, hogy vezényel, az elképesztő. Igen, és itt az ártéren ez még brutálisabban szól. Tulajdonképpen ketten vannak. Igen, de nem, tényleg. Nem, nagyon sokan megtaláltak minket, hogy a helyszínváltozás van, aki esetleg most indulna hozzánk, ne az eredeti helyszíre jöjjön, hanem az Eto Parkba, mert hogy ott vagyunk, ugye. Itt állítottuk föl az idézőjeles üvegstúdiót, mert hogy ez most tulajdonképpen ugye nem az. Zárt helyen vagyunk. Nem is nagyon magunkat féltettük, írjuk ezt, vagy mondom ezt azoknak, akik írják SMS-be, hogy mi van, puhányok, bevonultatok. Van velünk azért egy elég drága technika, ami ha elviszi a sátrat a szél, és a technika megállszik, az viszont egy nagyobb orderejű, már szabad szemben látható össze. Igen, úgyhogy elsősorban ezért vonultunk be, mi bírjuk a hideget és a szelet. Meg hát a hallgatóik miatt. Hát most képzel, ott állnának kint a hidegben. Ugye, és mi nyilván tényleg egy üvegstúdióban vagyunk, ami fűthető, viszont az nem várható el senkitől, hogy itt a jeges északi szélben 90 km/h álljon az üvegstúdió előtt akár néhány órát, úgyhogy zárt helyen vagyunk, Eto Park, ide tudtok jönni. De minden ugyanúgy zajlik, természetesen egy csomó mindent ki lehet próbálni, ugye ott van a fűrészelés, amit látom már, hogy azért néhányan tulajdonképpen nekiveselkedtek, kisebb-nagyobb sikerrel. Hát... Igen, volt egy olyan játékos gyerekek, sírtam férfi, mit csinál? Férfi megérkezett, szeretnék fűrészelni, mondta a szakember, hogy akkor bevágja, tessék, és hát egy körülbelül 35 perc múlva egy ilyen 2 centit haladt el, majd összeesett, azt mondja, köszönöm szépen, feladnám. Egyébként meg tényleg nem könnyű. Nem, hát ezt mi is kipróbáltuk. Melos. Igen, ez elég
elég melós dolog, de ki lehet próbálni. Dobolunk is majd, és 100 000 forintot is adunk ma is valakinek. Jó, tegnap egy nagyon helyes lány nyerte meg, az utolsó 10 percben jött, töltött még egyet, és el is vitte a 100 000 forintot. Nagyon, nagyon helyes volt, nagyon örült, így van. Ugye ehhez itt kell lenni a helyszínen, és odaadni a hostess lányoknak a kitöltött kis szórólapot. Ha van dolgotok, elmenni, de 3-4-10-re akár visszajönni, mert hogy ugye csak az nyerhet, aki itt van a helyszínen. Jó, ez nagyon fontos. Regisztráltál már? Már regisztráltam. Emlékszel a kérdésekre, ami a lapon vannak, amelyek a lapon vannak? Egyet meg tudsz nevezni? A nevemet fel kellett. Nagyon jó vagy! Igen, telefon a legfontosabb. Hagyd a fenébe a többit. Az fönn van, kész, annyi. Az alapján fogunk beazonosítani. És szépen írjatok, mikor regisztráltok, mert a Jani nem tudja elolvasni, az nem jó. Bizony. Miskolcon egyébként volt egy olyan hallgatónk, aki hazament. Kihúztuk a nevét, de már nem volt ott a helyszínen, és még egyet kellett húznunk, és a második ember vitt el a 100 000 forintot. Na, csak azért mondom, hogy tényleg itt kell maradni. Igen, meg ott valaki olyan rondán írt, hogy nem is tudtuk elolvasni. Nem, az nem Miskolcon volt, nem, ugye? Nem, azért jöttünk egy picit zavarba, mert nagyon fura volt a vezetéknév. P-vel kezdődött, ővel folytatódott, és C-vel is volt dolgunk. és én nem mertem beolvasni, odaadtam Balázsnak, ő sem merte beolvasni. Aztán kiderült, hogy hál' Istennek nincs is ott, vagy pedig nagyon rossz nevet olvastunk a helyet, ami papírra volt eredetileg írva. Tehát, hogy fura volt az egész szitu. Hosszú ő volt, vagy erő? Nem mennék bele jobban, mert hát, ha megkeresnek valamelyik kitelepülés. Igen. Na, nézzük gyorsan egy-két közlekedési hírt, hogy mi a helyzet az utakon. Trafi az M3-ason, a 185-ös kilométernél Budapest felé. Ezt Harry vagy Harry küldte nekünk. Most mentem át a Völgyhídon, szépen járható, írja Roberto. Roberto valószínűleg a másik oldalon ment át, tehát az egyik oldala járható. Ez a Kanizsa felé vezető oldalon van, azt a leesett hiszem, rakomány, tehát Pest felé tudtok jönni. Ott lehet jönni, igen. Vagy menni. Gyömrői úton, a benzinkút környékén a gyorshajtásról forgat dokumentumfilmet a Yard, csak itt a szereplőknek kell fizetni, írta nekünk egy hallgató. Szuper az új egyes villamos, ismét lerohadt Óbuda felé, tájékoztatás 0, a futár szerint 1 perc, 10 perce, no comment, plusz Györgyusz. Aztán mérnek a gyömrő, én ezt mondtam, így van, ez a valamilyen park környékén van, és a táskai pihenőhely Trafi Pest felé, ez az M7-esen, ráadásul a forgalommal szemben. Úgy állnak ki, láttam, az M1-esen azt csinálják, hogy berakják a másik sávba a rendőrautót, de nem ott mérnek, hanem ahol az M1-es meg az M7-es összetalálkozik. Nagyon ravaszak. Tehát máshol van a rendőrautó, és máshol van a trafi. Miket ki nem találnak már, nem? Na most bocsánat, akkor ő átmegy ott három sávon, szépen átgyalogol, betenni a kis nem, szerkezetet? Egy 30 méterrel hátrébb lerakja a rendőrautót, ja, és ott van egy ilyen nagy plac, ahol az M1-M7 összeér, és valahogy előrébb hozza. És te ugye meglátod a rendőrautót, és azt hiszed, hogy ott mérnek, és kiderül, hogy nem, mert előrébb, és a másik irányban. Tehát nagyon, van egy figyelemelterelő rendőrautó, meg van egy másik, ami mér. Aha. Nagyon ravaszul csinálják. Nem, van egy szervizalagút az autópálya alatt, és teljesen szabályosan mennek. Hát az meg a másik, igen. Na, mindkét oldalról lehet járni, köszönjük. Roberto elküldte nekünk, akkor ott már minden oké. Na, azt mondja, hogy Lici, mondjátok meg, hogy az 500 000-es játékra csak azok íratnak SMS-t, akik a helyszínen regisztrálták magukat, vagy azok is, akik nem tudnak elmenni. Ez Piros kérdezi. Piros, hát délutáni műsorvezetet, ő szokta mondani a játékot. Fura, hogy nincs felkészülve. Nem róla van szó, hogy hallgatom. Nem csak a helyszínen, természetesen Csabinál, illetve Pirosnál is lehet. Nem csak a helyszínen, vagy csak nem csak? Hogy lett? Igen. A királyt megölni nem kell félnetek, vagy a királyt megölni nem kell félnetek. Igen, nem mindegy. Szóval, hogy SMS-t kell küldeni 10 után, ugye? 500 000, tulajdonképpen ennyi. Szeretnék farönköt szeletelni, de nincs kedvem kimenni a lakásból. Bár terveztem, csak elég rossz az idő. Pálfi utca 4-ben lakom, majd fölporszívózom a forgácsot, nem gond. Előre is köszi ki. Nagyon jó. Igen. Az érzés, amikor felébredsz és rájössz, hogy nincs áram, nincs melegvíz, nincs internet, nincs rádió, kezdődik a Morning Show, nyomorult. És az érzés, amikor rájössz, hogy van okostelefonod, felbecsülhetetlen. Hát az utóbbi két gondolattal eltekintve én így nőttem fel, tehát igazából, és mégis itt vagyok. És mi lett belőled? Ja, hát. Mi ez a hang, valaki fűrésze? Bizony, halljátok? Igen, valaki lebólintott a rönköt. Ugye már csak azért is fontos ez, mert most azt hiszem, ilyen 40-valahány másodpercnél vagyunk, ha ezt meg tudja valaki dönteni, akkor lesz neki egy gyönyörű Stihl MS Morning Show 170-es márkajelzésű láncfűrésze. Egyébként magával a fűrészsel is kapcsolatos információkra érdemes odafigyelni, mert hogy előre mondom, a háromas ugrás egyik kérdése is erre fog amúgy épülni, hozzájuk kapcsolódik. Igen. Na van egy érdekes kutatás erről, itt meg tudjuk szólaltatni a jelenlévő hallgatóinkat, akik eljöttek hozzá. Ne, túl messze vannak ők ahhoz. Igen. Mert hogy a 7 és 10 éves kislányok 90%-a popsztárokat és színésznőket csodál a leginkább, ez az angol Girl Talk magazin felméréséből derült ki egyébként. Katy Perry az első számú kedvenc, Taylor Swift a második, Jessie G a harmadik.
az nem baj, hogy nekünk ezek a nevek már semmit, semmit nem jelentenek. A Katy Perry még talán, hát a Taylor Swift is megvan, és a top 10-be egyetlen sportoló, politikus vagy üzletasszony se került bele azért. Ez érdekes, nem? A tini idolok, hogy a kislányok több mint egyharmada a szórakoztató iparban szeretne elhelyezkedni, és 10-ből egyetlen egy se jelölt meg hagyományos női szakmát. Hmm. Mindenki énekesnő vagy sztár akar lenni. Mi a hagyományos női szakma, például az ápolónő, a védőnő, az ügyvéd, tehát ami hagyományos nőkhöz kapcsolódik, nem? Bármi hát az ügyvéd talán nem annyira, de az ápolónő, meg az egészségügy, az gyakorlatilag a nőkre épül, ők viszik a vállukon az egészet. Igen, vagy varrónő, vagy bármilyen, ami hagyományos lehet. Tehát, hogy csak és kizárólag... Egyébként, hogyha megfigyeled, minden egyes olyan szakma, aminek a képviselőjének a neve nőre végződik, az a lányokra épül, illetve a hölgyek. Doktor nő. Nő. Például ott is nők dolgoznak. Marron nő. Műlovar nő. Például. Döbbenet. Egyszerűen elképesztő. Azon gondolkozom, hogy nekünk volt idol. De nem, aki az akartál lenni, mert nekem is volt kisgatyás, Axl Rose, pószterem, dagadó herékkel fönt a könyves polcon fölött. Már nem nekem van. Ja, ne figyelj most ide. A könyves polc felett dagadtak a heréin. Nem az enyémek, hanem az Axl Rose-nak. Ugye ő mindig ilyen klotgatyába járkált, ezek a kis biciklis nadrágok. Döbbenet, hogy volt idő, amikor azt hitték, hogy az menő, nem? Hogy kockás flanelin meg klotgatja. De nem akartam Axl Rose lenni. Te se akartál, nem tudom, James Hetfield lenni. De szerencsét, de hogy nem akart. Igen, hát persze, hogy akartál. Jó, mondjuk nekem a közvetlen példaképpen egy srác volt, aki 170 centi volt, ő mindig akkor akartam, és sajnos ezt az álmom nem tudtam beváltani. De egyébként Hetfield, James Hetfield maximálisan a kedvenceim közé tartozott, illetve akkor megmondom őszintén, akit egy picit coolabbnak tartottam, mint ő, de ezt már mostanában szedtem fel ezt a kifejezést, az Kerry King volt a Slayerből, a Slayernek az egyik gitárosa, neki ugyanis százas szegekkel kivert csuklószorítója volt. Uh-huh. És, de ezt meg lehetett volna ugrani azért, Jani? A százas szegeket, azt nem? Meg is lehetett ugrani, csak apám nem annyira örült ennek a másodlagos feldolgozásnak, hogyha mondjuk a pincéből, hol vagy Feri? Itt vagyok veled szemben. Ja, bocsáss meg. Hát csak egy fél méterrel lógok. Hogy a pincéből összeszedtem volna ezeket a barkács eszközöket, nem annyira örült volna neki. Illetve hát az édesapámat zavarba hozta azt is, mert ő ugye akárcsak a fia, ortodox hetero volt, picit fura volt neki, hogy 10 éves korra körül a gyerek éppen bimbózó nemiséggel van megállva, és szakállas, kigyúrt, kivart szeget csekkel, csuklószorítókkal és mindenféle bőrcuccokkal felékesített, felékszerezett férfiaknak a képét rakja ki a szobájába. Igen, nehéz feldolgozni hát ezt apaként. Nehéz feldolgozni. Figyelj csak, a 7-től 10-ig nem találtam, de 11 évesünk na, van. Na, egy 11 éves, hello, hogy hívnak? Jó reggel. Bogi, hello. Most van egy popstar Bogink, nem tudom mennyire popstar, ő angol énekel, ez a We All, ez egy Bogi című előadó. Ismered? Ismered? Nem baj. Nem. Mi is csak most hallottuk. Tök ciki. Igen, olyan ciki vagy, Bali. Figyelj, neked van valaki, aki ezt szeretné hasonlítani? Vagy ha mondjuk most egy szakmát kellene mondanod, akkor mit mondanál? Mi lennél? Énekesnő, színésznő, mint a brit kislányok, vagy valami mást mondaná, Bogi? Én orvos akarok lenni. Hát látod? Na nézd meg ezt az elhivatottságot. Hihetetlen vagy. Hihetetlen. És milyen orvos? Állatorvos vagy emberorvos? Emberorvos. Igen? Szakterület? Pszichiáter. Ja, kicsit be van lőve gyerekek azért. Viszont. 11 évesen orvos, pszichiáter. Tisztában vagy a magyar lakosság mentális állapotával. Nagyon helyes egyébként. Lesz melód. Jó szakember, gyerekek, ránk férhet. Magyarországon még kicsit mindig azt gondoljuk, hogy milyen ciki elmenni pszichológushoz. Pszichiáter, ez dehogy az. Hány emberre ráférne? És ez ilyen családi nyomás, vagy ezt egy eldöntötted, hogy... Hát ezt én így eldöntöttem. Aha, és már olvasol is utána kezdesz vele foglalkozni? Igen. Finoman, tényleg? Ott áll a barátnője, megszólaltatod őt is mellette, hasonló formalányzó. Hello, hogy hívnak? Laura. Laura, te is ilyen komoly vonalon... Én anesztiziológus akarok lenni. Te is ilyen komoly vonalon utazol, Laura? Igen, én is orvos akarok lenni. Mi van, hogy egy orvos familiából jöttetek? Vagy... Csak iskolában együtt járunk. Ja, és oltogatjátok egymást. És már fertőz. Aha. Fertőz az elhivatottság. És te milyen szakterület, hogy mit csinálnám? Van valami ötlet? Vagy hát csak igazán még nincs. Még nincs, csak orvos. Gyerekeket, Győrbe lesz elég orvos. Nagyon jó. Nem, mintha most az akarnál lenni, itt tanulnál tovább, persze elmehetsz máshova, de ez jó. Nekem ez nagyon nincs egyetlen egy olyan idolotok, se ilyen énekesnő, aki azért nagyon tetszik, és esetleg hát jó lenne kipróbálni egyszer, hogy milyen az ő bőrébe belebújni. Most édesanyád megmutogat a hátad mögött, hogy de neki van. Igen. A Boginak van. Fordulj meg, mert nem vagy elég profilos. Énekesnő nincs. Nagyon helyes. Színész? Nagyon helyes. Jól teszitek. Nincs. A semmi. És kedvenc pszichiátered? A Csernus bácsi, nagyon kedvenc. Neked valami kedvenc bárki, aki magyar előadó közül, csak hogy kíváncsi vagyok, hogy most a magyar kislányoknál van ilyen, hogy idol vagy, így kire néztek föl, van ilyen? Doktor Albán. Doktor Albán. Van neked ilyen? Hát igazán a Bogi.
Na, na, te ismered a Bogit? Tessék. Igen, de ezt itt mellette. Ja, ja, ja. Hány dala van ennek a Boginak, Laci? Egy? Kettő? Egy elment mellettünk akkor. Hát. Igen, húha, 50%-os hatás fog. Öregek vagyunk. És akiket a Balázs sorolt, ilyen Katy Perry, ismered? Igen. És nem tetszik? Tetszik. Jó, jó, ez a két jó dalokat csinál, szörnyű, nem? Vagy, nem nekünk szól, fogalmazunk nem, így. Nem, nem, de csinos kis csaj egyébként. Igen. De a dalai azok nem annyira. Egyébként nekem ez nagyon szimpatikus, ez a fajta elhivatottság, bár megmondom őszintén, nekem egy kicsit metálabb lenne, hogyha mondjuk patológusok akarnátok lenni, de ez is nagyon. És honnan jött az ötlet, hogy te pszichológus szeretnél lenni, vagy pszichiáter? Hát nagyon sok ilyen műsor néztem, amiben sok volt az orvos, és így innét jött az, hogy én pszichiáter akarok. És volt olyan, hogy már segítettél mondjuk az óvodában, vagy az iskolában valamelyik kistársadnak feldolgozni akarsz az őket ért traumát. A Lacia, Józsi, az egy szemét, ne is hallgassam. Tényleg? Így. Komolyan? Kikét. Már lefektetted őket a folyosón, és akkor odaültél melléjük, és volt egy ilyen mondel, hogy mi bánt, vagy hogy segítesz? Hát nem igazából, sokat beszélgettem vele, aha. És így ő is el tudta mondani a problémáit. És kicsit ziz is volt az osztálytársad, ha gyere beszélünk el, beszélt ki magadból. Gondolom ilyen szerelmi ügyek, nem? Tehát benneteket nyilván ez foglalkoztat, hogy kikibe szerelmes, kikinek tetszik, igen, ugye? Igen. Hát igen. Kevés volt olyan téma, hogy világbéke. az nincs nagyon. Na nézzük egy-két felnőtt hallgatót, hogy fiatal korában mire vágyott, jó? Hello, itt a táskával elől, hello. Mi akartál lenni, aztán mi lettél, vagy minek tanulsz? Gyerekkor mondjuk én 8... Hát igazából én már végeztem, tehát én már dolgozom. Mit csinálsz? Gépbeállító vagyok egy gyárban. Gépbeállító igen. Vagy? Aha. Ez volt az álom? Igazából elektronikai technikusnak tanultam. Uh-huh. De egy komoly gyárról van szó nyilvánvalóan, mert egy gépbeállító, ez egy szakma, amit tanulsz mondjuk 3 éven keresztül, nem? Nem, igazából ez... Tegnap mutatták meg, hogy melyik csavarhúzza. És nagyon jó megy. Ki az, aki valóra váltotta gyerekkori álmát itt a tömegből? Tehát megálmodta mondjuk 8 évesen, 10 évesen azt, hogy ő szeretne valami lenni, és az lett belőle. Hát akkor ez nem jött be ez senki? A kérdés. Igen, ebben ugye az az érdekes, hogy mit határozol el magadnak, és ahhoz képest mennyire messze kerülsz attól, nem? Hogy mondjuk 10-12 évesen, vagy még a tanulás alatt, ami nem is egyfajta gyerekkori álom, hanem 14 évesen még te annak tanulsz, vagy azt gondolod, hogy az leszel, és rájössz 30 évesen, hogy úristen, hát rohadtul nem odasodort a történelmi forgószél. Egy jelentkező van a tömegből, mi volt a gyerekkori álom? Szakács akartam lenni, és szakács is lettem. Ennyi. Kérem, micsoda életpálya, kérem szépen. Nagyon gyönyörű. Ezt már gyerekkorodban tudta? Tehát, igen, már gyerekkoromban tudtam, már kiskoromban foglalkoztatott a szakászakma, és meg 6-7 éves koromban már mondhatni, hogy főztem. Arrébb lökted anyádat. Igen, anyádnak mondta, menj innen anya, nem így kell csinálni azt a rántást. Már megint, de inkább én. Félre... Ott csinálod azt a rántást, muter. Félre lökted a mutert a konyhába, és odaálltál kicsit kocsvasztani. Te vagy az anyukája? Tényleg? Igen. És így volt? Igen. Minden szétszedett. Gondolom, nem tudtam tőle sokszor főzni. És jött oda, és akkor helyetted átvette már 5-6 évesen? Igen, láttad, igen, hogy ott... átvette, bizony. Gondolom, de hogy amikor tésztát gyúrtunk, süteményt csináltunk, apának kellett megkóstolni. Egy kicsit fekete volt. Jó, mit tettél bele? Én azt már nem tudom. Igen. Jó. Itt még jelentkezett a másik oldal egy hölgy, pedig csak a lehető legmesszebb megyek, vagy tőle. Megyek, én futok, kérlek egyébként. Szépen. Van miből égetnem a zsírt? Igen, egyébként tényleg szerintem ez az a jellemző, igen, hogy az ember... van miből. Tudom, de én mondtam, nem kell te rúgján. Ki volt az, aki jelentkezett? Ott a hölgy, ugye, hogy valamit elhatározol, és aztán tök máshova sodor tényleg az élet, de ő viszont az lett, aminek tanult, vagy amit elhatároztál. Ugye? Hello, jó reggel. Igen, sziasztok, Anita vagyok. Hát én pénzügyi területen dolgozom, és ez is volt az álmom. De gyerekkorodban van ilyen, hogy miről álmodozol? Hát ebbe csöppensz bele, akkor ezt szereted. Tehát apa hozta haza kitömött pénztárcát, és ezt átszámoltad, úgyhogy... Nem anya. Anyád, és ott van egy abakusszal itt számolgatott, és akkor mondtad, hogy ez a jövő, akkor neked is pénzügyi területen kell? Hát ebbe csöppensz bele 7 évesen, akkor ezt akarod csinálni. Én mégsem lettem például gépkocsi vezető, vagy gyógyszertári asszisztens. Kár. Hát te nem vettek, igen. Na, jó, köszönöm, jó volt, jó. Egyik helyre se vettek föl, Jani, igazából. Ja, mert hogy te otthonról ezt hozod. Így van, ez volt. Hát, mert mondjuk, egyébként én szerettem volna mondjuk Bruce Lee lenni, de egy idő után rájön az ember, hogy nem hongkongi színész családból származik, nem az Egyesült Államokban születik, és nem tanul semmiféle harcművészetet egy Ip Man mestertől, és akkor így nem lesz el Bruce Lee. Még én is örülök, hogy nem a családi hagyományokat követem, mert édesanyám védőnő, elég furán néznék ki. Igen, Sebestyén Balázs védőnő. Szopott már a gyermek, menjétek. Igen, Sebestyén Balázs védőnő. Jó reggelt mindenkinek. Megjött a védőnő. Hogy vagyunk? Körbenéznék ki kicsit a lakásban. Jönnél. Egyébként ez annyira igazságtalan, ez a 16 évesen tud, hogy mi akarsz lenni, nem? Ez egy baromság. Hát akkor mi a legnagyobb gondod? Hogy tudsz-e menni focizni,
érdekelnek a csajok, nem? És már nagyjából akkor el kell tudnod dönteni, hogy hogyan tovább. Hát ki tudja eldönteni? Hát lassan még, ha nagyon komolyan belemennénk, még most se tudnám megmondani. Nem? Hogy biztos ez hát, a hogy vonal, biztos, amit csinálni biztos, hogy biz volt, ez volt a vonal, figyelj, nem? 16-18 évesen neked el kell tudni dönteni, mert arra kell tovább menni, hát akkor hát az 14, ember az első nehéz. Választás, igen. Az 14, jó, most már vannak ugye ezek a 12 osztályos gimik, tehát azzal úgy megúszod a dolgot, de ha te például szakmát akarsz választani, akkor 14 évesen el kell döntened a szakközepet, vagy a szakmunkás képzőt, hogy mit akarsz csinálni. Bizony, és hogyha belegondolunk, mondjuk vannak ezek a pályaválasztási tanácsadók, ott valljuk be őszintén, azokat a szakmákat ajánlják neked, amik hiány szakmák, amiben kevés van. Érted? Azt meséltem neked? Az Isten is esztergályosnak teremtette a maga fiát, asszonyom. Tehát, hogy... De nem! Mert ott éppen arra van szükség. Igen, azt mondják, hogy ezek a kétkezi szakmák, ezek így valahogy nem annyira népszerűek, vagy eltűnőben vannak, tehát, hogy valaki mind mesélt valaki neked a kétkezi szakmák? Figyelj, én egy villanykörte becsavarásaig még jó vagyok. De... Igen, és valaki alulról forgat. Én csak megfogom, én igen. Tehát arra még jó vagyok. Hát gyerekek, nem, ehhez nem értek. Ha azt megkérdeztük, hogy ki valósította meg a gyerekkori álmát, akkor ki az, aki a legmesszebb került a gyerekkori álmától? Mert az is egy ott... Na, tessék, tényleg, te elhatároztál valamit, és soha többet nem kerültél a közelébe. Én katona szerettem volna lenni, lettem CNC-esztergályos. Az elég messze van a kettő. Aha. Na jó, de ez a 6-8 éves mindenki fegyverre rohangál, ha fiú és katona hát akar ez lenni. Egyértelmű. Ugye? Igen. De később is ezt akartad? Tehát 10-akárhány évesen? Egészen érettségig. Aha. Úgyhogy, és na, mit láttál ebben? Olyan merevek, nem? Meg úgy... Hát de édesapám katona volt, igazából a családban maradt. Úgyhogy így könnyebb volt. Mondjuk olyan lazaság, tudod, egy fegyveres konfliktus esetén, érted? Tehát, hogy olyan merevek a katonák, hát ízé. Ne arra lőjél! Nem tudom, mindig a zászlós, tőzőrmester, őrmester, mind kiabálnak egymással. Nem olyan furák nekem, de nyilván civilként azért ez teljesen más világ. Forgattunk velük egyszer. Persze, és végtelenül jó fejek voltak. Tök fura. Hello, jó reggel! Hello! Na, hogy hívnak? Kovacsics Adrián. Adrián, te is nagyon messze mentél, ahhoz képest, ami akartál? Hát eléggé, fodrász szerettem volna lenni ilyen 7 éves koromban, és most marketinges vagyok. Az igen. Na, és néha nyírsz hajakat benne a munkahelyen? Nem mész oda valakivel egy ollóval a kezedbe, és gyorsan jó, megcsinálod? Jó, mondjuk még egyetemre járok, szóval uh-huh. Az leszek. A fodrász szakma mostanában nagyon menő egyébként. Nagyon, nagyon megy. És eltalácsoltak, hogy láttak egy-két referencia frizurát, és mondták, hogy inkább reklámozd a szakmát. Hát mint, hogy... a Barbie babáimnak még azért próbáltam egy kicsit így a hajukat nyírni, aztán rájöttem, hogy hát nem igazán megy. Azt én is csináltam, két dolgot csináltam Barbie babával, mindig levágtam a haját. Meg a másokat nem mond. Még nem, csak benéztem. Gyerekek, álljunk már benéztem meg a lába közé. Sebestyén Balázs férfi. Van egy férfi testvére, egy bátyja. Mit kerestek nálatok a Barbie babák? Mindig azt kaptam karácsonyra. Nem tudom. Mindent értek. Anyám még lánynak neveltek. Nem, mindig, amikor elmentünk olyan gyerekek... Engem inkább zavart volna az, hogyha keneket kaptál volna, és kenek alá nézegettél volna. Tehát, hogy így, szerintem ezzel így van. Mindig elmentünk olyan gyerektársághoz, ahol volt egy-két Barbie baba. És mindig megnéztük, hogy mi van a lába között. Aztán minden gyerek megnézi a Barbie babának, hogy mi van a lába között. És találtam olyat, akinek meg volt csinálva a csúnyája. Hoppá. Hoppá. Uh-huh. És akkor a bátyát Tamás mondta, hogy Bali, szerintem ő él. Vigyük haza. Ő nem Barbie baba. Gyerekek. Katika néni kislánya. Nézd, beszél itt. Mi szólni fog az adjának, adjuk békén. Te láttál egy Barbie babát, nem nézted meg gyerekként, hogy mi van a lába között? Nem. Dehogy nem, mindenki megnézte. Én még nem? A Moncsicsinek is megnéztem. Oh, igen, igen. Borotva. Érted, olyan ügyesen szopta az ujját. Igen, azt írja valaki, én varrónőnek tanultam, most esztergályos vagyok. Na jó, nézzünk egy-két SMS-t, jó, írjátok meg nekünk akkor, hogy ki hova indult, mi szeretett volna lenni, és ahhoz képest kikerült a legtávolabb attól, amit gyermekkorában eltervezett, jó? Várjuk az SMS-eket, a dobolós játékra pedig lehet jelentkezni, ha még nincs meg az illető, megvan, jó, szép volt, Bali, úgyhogy akkor nem sokára dobolunk, már ne jelentkezzetek, a hihetetlen háromdimenziós dobolós játék, gyerekek, hát 3D-ben, micsoda újdonság. Fantasztikus lesz, és a jelenlévő kedves hallgatóknak mondom, hogy az állatokat etetni tilos, jó, tehát hogy a kordon a belőle ne nagyon nyúlkáljatok, mert rossz vége. Igen, az előbb valaki megdobott egy kocka cukorral. Igen. És egy kis zónt sem megével. Most ugrálj az ág, akkor nézd, mosolyog, beszélni is tud. 7:30 pontosan, jövünk a hírek után. 3:48 lesz.
pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Változott a helyszín, ugye itt vagyunk Győrben, az Eto Parkban, úgyhogy ide jöjjön mindenki, a helyszínen hatalmas szélvihar, eső, úgyhogy behúzottunk egy kicsit melegebb helyre. 100 000 forintot lehet nyerni annak, aki ide jön, regisztrál, és itt van az adás végén, úgyhogy érdemes meglátogatni bennünket. Ha nem találtok ott az eredeti helyszínen, gyertek ide, itt vagyunk. És nagyon kényelmes, kellemes körülmények között töltetik az időt egyébként a hallgatók. Hátra mentem egy kis üdítőért, visszafelé pedig a padokon ülő hallgatókhoz oda mentem egyenként. Oda járultam az úr színe elé, aláírogattam a kis kártyát, mentem a következő padhoz, ott is ültek emberek, nagyon kis kelleves, hangulatos. Igen. Na nézzük az SMS-eket, hogy mit írnak a hallgatóink, ugye, mert kértük őket, hogy írják meg nekünk, hogy ki minek készült, aztán mi lett belőle, ugye, hogy mennyi változás történik az ember életében. Óvónő akartam lenni, környezetvédelmi technikus lettem, most eladóként dolgozom, írja Csilla. Gyermekkoromban csillagász akartam lenni, mélytengeri búvár lettem, teljesen más. Szakács akartam lenni, asztalos szakmát végeztem, sosem dolgoztam be. Benne még ma sem tudom, hogy mit akarok, 32 éves vagyok, eddig 34 állásom volt, írja Gábor. Anyám azt mondta, fiam, te orvos kell, hogy legyél, egész biztos, hogy nőgyógyász leszel. Azért, mert hogy ez neked való. Autófényező lettem. Az igen. Simi-simi. Igen, fiam, te akár csinálod, hogy legyél orvos, mert ez a szal nem múlik el sehogy. Igen. Én semminek nem tanultam, nem volt nehéz tananyag, nem is lett belőlem semmi. Akkor bejött az álom, ugye? Igen, abszolút, igen, az abszolút működött. Űrhajósnak készültem, most egy raktárban targoncázom. Néha becsukom közben a szememet, és azt képzelem, hogy a marsjárón ülök. Aha. Ezt Matko küldte nekünk. Igen, csak aztán hatalmasat koccan a salgópolcokon is. Igen. Ezt láttátok azt a videót, amikor egy részek targoncás jön, megy jó. Egy raktárban, és elindul egy ellántsorozat, és minden bedől? Az döbben. Nagyon elképesztő, kemény. Elképesztő. Na egyébként itt a helyszínen igen. is van egy nagyon érdekes hölgyünk. Mi szerettél volna lenni? Én autószerelő nő akartam lenni, és most joghallgató vagyok. Autószerelő nő? Tényleg? Igen, mert abból vagy nincs is, vagy nagyon kevés van, és nem is hallani róla. És úgy gondoltam, ebben nagy üzlet van, hogyha én leszek az első autószerelő nő. Azóta ebből mi maradt meg? Az, hogy még mindig vonzodsz az olajos dolgok iránt? Igen, meglátsz egy olajos kezes lábast, és lázba jössz. Istenem, igen. De cuki. Hát nem igen. sok minden, azóta inkább tankönyv. De ez milyen menő lenne, bemész egy ilyen műhelybe, és egyszer csak az egyik kocsi alól kigurul, tudod, ezzel a kis fekvőkocsival, és ott a nagy dekoltás. Én láttam már ilyen képes naptárt egyébként, amiben ilyen autószerelő hölgyek voltak, szerettem. Na most elárulom neked, tudom, hogy ez egy nagy csalódás lesz, Jani, kapaszkodj meg. Ők igazából nem autószerelők. Nagy melő lányok, mikor rájönnek a motorra. Igen, mindenki nagyon olajos, mindenki igen. nagyon csinál valami, mindenkinek fordítva van a kezébe az az eszköz, amit odaadtak, de egyébként minden nagyon kompatibilis a műhelyen. Tényleg fordítva van a kezébe. Igen, senki semmihez nem ért rajta, de ahhoz, hogy pucsítson, igen. Nekem azt tetszett nagyon egyébként az SMS, amit beolvastál, hogy valaki csillagász akart lenni, és mélytengeri búvár lett belőle. Tök érdekes, hogy egy kicsit megfordultak igen. a pólusok. Igen. Fiúnak készültem, lány lettem, így. Igen. Hát, igen. Helycegnő akartam lenni, és az is ijedtem. Igen. Na jó, oké, hát a többi SMS az kevésbé beolvasható, mert itt mindenféle másról szól. Jó, viszont elérkeztünk ahhoz a játékhoz, amit már ma reggel is az SMS falon látszik, hogy egy ország vár, ahhoz a fajta, nem is tudom, vizuális, audio, 3D játékhoz, ami egyszerűen őrület. Tegnap nagyon ügyesen játszottak a Fehér Rádió, ugye? Volt Orsi. Egy lány, Orsi talán, olyan ügyesen dobolt, mint még a héten senki. Jó, mondjuk meg őszintén, nem is nagyon volt magasan a mérce azért. Ugye? Tehát, hogy nem voltak igazán erős ritmus vénával megáldott hallgatók. De hát, ha majd most, nem? Nagyon. Nézzük majd meg. Vagy nézzük most meg, hogy mi a helyzet. Itt vannak már a dobolós játékosaink? Aki, reméljük, hogy legalább valaki a családban egyszer gitározott, nem? Jézusom, vagy hallgatnak zenét. Ne nézz oda, kérlek. Nem, ezt nem akarom látni. Megérkezett egy újabb Conchita. Hello. Jó reggel. Kálmán vagyok. Szépen. Kálmán, igen. Kálmán, mint Conchita. Kálmán fekete parókában, egy rózsával a hajában, vagy nem is tudom, Conchitának maszkírozva apró kicsi kis tintafoltokkal az arcán. A rendes szakállad nem nő, vagy? De kinőtt az is csak ősz, mind a tiédé. Igen. Te mit dolgozol egyébként, mit csinálsz? Vállalkozó vagyok. Vállalkozó, de... Kötnék veled üzletet, képzeld el. És kötnek így. És milyen téren? Milyen téren? Háztartási gépalkatrész. Aha, háztartási gépalkatrész. Azt mondta volna, hogy éjszakai bárokat üzemel, az úri közönségnek. Ez egy jó ötlet, el kéne erre indulni lehet. Jó, kapjátok fel a fülest, jó, ott van a másik versenyzőnk, hogy hívnak, hello. Én Lóránt vagyok. Lóránt, te gyúrsz, nem? Próbálkozok. Vagy 300-val kisebb a póló, de jó formában vagy. Lóránt, olyan izmos vagy, megfoghatna.
Igen. Hát, mint Jani. Testépítő bajnok vagy, hát, vagy az nem? Az nem. Csak úgy finoman gyurogatsz néha az edzőteremben. Hát, te mit csinálsz egyébként, mivel foglalkozol? Én CNC programozó vagyok. CNC programozó, aha. Gyermekkorban mi volt az álom? Hát nem ez. Nem ez. Ugye, hogy az ember mindig más szeretne, mint ami aztán lesz belőle. Ez az SMS-ekből is kiderült. Oké, valaha valaki egyszer játszott már bármilyen hangszeren, hallott már zenét, a családban igen. Van zenész, bármi. Én szintetizátoroztam régen. De be volt kapcsolva, vagy csak nyomogatod? Néha bekapcsolták, de akkor elmentek otthonról. Lehakították, ülök, mondták, átszál nyugodtan. És ki volt a példakép? Zsámisel Zsár vagy Berkes Gábor? Az egyújas. Az egyújas. Szintiboly. Szintiboly, gyerekek. Tudjátok, milyen jelszavam. Szintibolyt, Ilonkát az Eurovízióra. Tudjátok. Oké. Kálmán, kezd akkor te, jó? Én látom benned a lendületet. Igen, meg hát a hölgyekkel, hogy válaszolok. Jó, mutatjuk akkor, figyelj az első részletet, amit meg kéne próbálni minimálisan ledobolni nekünk egy nagyon szép kis ajándékcsomagért. Jó, figyelj! Hallottuk ezt már valamikor a héten, vagy nem, ez megint nem új? Volt még. Nem. Elsőre könnyűnek tűnik, aztán a végén jön valami kis bonyolítás. Ne beszéljünk sokat, mert elfelejti. Na, Kálmán Kálmán, mutasd. Hoho! Kálmán! Hát... Nézd! Kálmán! Oh, oda nézd! Kálmán! 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 Hoppá! Hogy lehetsz ennyire jó? Miért vagy te ennyire jó? Hát, mert van a garázsban, de van, nem tanultam sose. Van a garázsban kis dobfelszerelés? Hát, nem vagy könnyű helyzetben, ha ezt próbálod überelni, jó? Mutatunk akkor neked is egy apró kis részletet, figyelj! Ráadásul nehezebbet is kapsz. Igen. Ér föladni, Lorán, ér föladni, tehát hogy abszolút de, nem. Simán leverem. Jó, hát jó. Igen, de ezt majd a játék jó. Után itt a bevásárló központ előtt. Miért kéne a élőadásban összeverekedni? Egy jó. Ilyen csúnya lány sima. Na, hát be. Próbáljuk minimálisan azt visszahozni, amit hallottunk, jó? Hallgassuk. Tessék? Elfelejtettem, az a baj. Improvizálj. Valami, ami eszedbe jut, Lorán. Minket könnyű átverni. Igen, mi elhisszük. Jó, na mutasd. Eddig jó. Aha, nyilván, teljesen és egyértelmű. Táncol mellé, óriási vagy. Teljesen egyértelmű. Teljesen egyértelmű. Ez kicsit megint az a lakótelepi, amikor kloffolnak reggel, nem? És így átszólsz, hogy hagyd már abba, ne kloffolj. Általában azt szokott lenni, amikor nem tudod értelmezni a dobolást, akkor azt mondja az illető, hogy jazz. Free jazz. De a metal arcot láttad hozzá, ugye? Ha, tehát az meg volt, egyébként abszolút hardcore volt. Lorán, hát nem volt ebben semmi, ami hasonlított volna az eredetihez. Legyünk teljesen őszinték. Szükség van még egy döntőre? Hát, hallgassuk meg a második fordulót. Egy kis pálinka után jobban menne esetleg. Pálinka? Hát, van pálinkánk? Az a baj, nem hat ilyen gyorsan, hogy ekkora testben mire felszívódik, addig 10 órakor éreznéd csak meg. Szerintem kéne egy második forduló, jó. Adjuk meg az esélyt okay. Az egyenlítésre. Figyelj Kálmán, te jössz, jó? Vagy Koncsi, te figyelj, megint mutatunk egy részletet, figyelj. Senki nem szólt a Garaminak, hogy egyszerűsítsen. De tényleg, hát, tehát ez komolyan mondom. Nem szóltunk, csak szerint ez az egyszerű. Jó, na, oké, mehetünk, Kálmán. Á, gyerekek! Gyerekek, hát ez... Vigyük a helyszínnel, vigyük a következő helyszínre magunkat. Okay. Figyelj, Kálmán, neked biztos, hogy nincsen egy női imitátorokból álló glam zenekarod? Még nincs. A White Cats. Még nincs. Figyelj, de tényleg dobolsz, nem? Tehát a garázsban van egy kis... Garázsban dobolok. Ugye? Garázsban van egy kis dobszer. Szomszédok legnagyobb örömére. Igen, tényleg szomszédok mit szólnak? Semmit. Nem megölted már őket. Igen, mindenki elköltözött inkább. Így van, tehát akik nem bírták, kihaltak, akik újak meg megszokták. Onnan lehet megismerni, hogy hol laksz, hogy mind a két oldalon kiadó lakás van felírva, és középen vagy te. Lóránt, engedjük ezt a dolgot el, nem? Akarsz még valamit próbálkozni? Hát simán. Nyomjad ugyanezt. Soha nem adja fel. Na, tessék, ha most hasonlóképpen elnyomod, amit a Kálmán elnyomott, akkor adunk neked is, hogy elcsomagod. Egyébként egy kapsz úgy is, de nézzük meg, hogy mit hozol ki ebből, jó? Aha. Igen. Digibe jársz táncolni? Járok, nem tudok. Jaj, azért éreztem.
Ez érződött, hogy nem vagy az a nagy táncos. Igen. Picit olyan volt a ritmus képed, mint amikor este vagy valaki haza részegen biciklivel, és nagyon közel megy a kerítéshez. Igen. De szép. Jó, oké. Mivel kitelepülés van, így mindketten kaptuk ajándékcsomagot, de ez egyértelműen Kálmán fordulója. Tehát ez vitathatatlan, sőt, a heti legjobb játékosunk egyébként. Bizony. Kálmán főúszta szokjáját is megfajolt. Nagy tapsot Kálmánnak! Nem utasd meg a csúnyádat! Őrület. Cse. Azért ez a Conchita, hogy beült mindenkinek az agyába, nem? Neked tetszett a jelenség maga? Nem. Nagyon nem. Nem. Csak a show kedvéért ennyi. Tehát itt sokat foglalkoztatok vele. Aztán gondoltad, hogy kiemeled magad a tömegből? Hát mindig van otthon paróka, világos, persze, az esti játékokhoz mi? Hát ahhoz is meg van két nagy lányom, és azok is ilyen örültek, úgyhogy... Aha, mondjuk, ahogy nézegetem itt Kálmát, egyre inkább bundára gyanakszom, ő nem Kálmán, ő Bangó Margit. Egyébként tényleg. Oké. Okay. Fiúk, köszönjük szépen. Ciao, szevasztok. Tessék ott az ajándék. Jó, kapjátok az ajándékot, mi pedig Uven bácsival játszunk már is. Uven bácsi és Beruné. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Uven bácsi és Berunéni, a párafarm csalogányai. Csilla, Kéti, hello, jó reggelt. Kikicsoda. Hello. Ja, hello, mögöttük. Hello. Ki a Csilla? Ő a Csilla. És akkor ki a Kéti? Én. Jó, nyilván. Ő. És rámutatott Ferire. Én vagyok az bébi. Igen. Jó van, lányok. Regisztráltatok? Igen. Igen. Helyes, nagyon helyes. 3-4-10-kor sorsolunk. Jó. Jó. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Vízilabda. De hogy a két kis helyes idős ember milyen aranyos, nem? Hogy még így próbálják magukat fiatalon tartani, és 90 fölött is pingpongoznak, bizony. Nem? Annyira jó arcok. Bizony a tatói naplamentéje szeretett, igen, otthonban. Mutatjuk, mit énekelnek, figyeljetek! Könnyű ez. Mondjuk Kétinek elkerekedett a szemem, mire gondolsz, szívem? Semmire. Semmi? Na, jó van. Semmi? Ugyanekkorát. Ugyanekkorát még egyszer. Mutassunk egy ugyanekkora részletet, jó, figyeljetek, lányok. La la, la 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 la. Nem áll. Én tudom. Na, mondd be. Csak a címe meg az előadója nem jut az eszembe. Mire tippelsz, mondjad. Nem tudom. Ja, tudod, de nem tudod. Jó. Ott jelennek neki. Hosszabb részletet mutattunk, kivettük a bögrét, figyeljetek. Magyar ének. Igen, magyar. Na jó, hát nincs meg. Szöveg nincs meg. Jó, nekünk jó az előadó is. Jó az előadó is, tök mindegy. Jó a dalcím, az előadó. Azt mondta, mindent tudok, csak a szöveg nincs meg. Vegyétek le a fülest, és akkor valaki megsúgja, jó? Mert így nem halljátok, hogy mit súgtok. Na, most... Tessék? Zanzibar. Így van, Zanzibar. Kollektív megoldás. Így van, oké. Okay. Az a piros sapkás férfi, az veletek van? Nincs. Azt hittem, jó, mert úgy jelelt. Igen, valamit adjatok neki is, mert konkrétan. Igen. Nem tud Zanzibar. Körülbelül ezt lehetett látni. Finoman bejelelte. Csilla, Kéti, kaptok egy ajándékcsomagot, jó? Köszönjük. És köszönjük, hogy Szlovákiából jöttetek hozzá. Szlovákiából jöttetek, igen. Honnan konkrétan? Galanta. Galánta. Nagyon helyes. De drágák vagytok, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük, adjuk az ajándékcsomagot, jó? Köszi. Sziasztok, csajó, köszi, ciao, hello, hello. 6 perc van pontosan, 8 óra jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. Magyarország 2014 élőben Győrből. Ez a második már éles volt. 8 óra múlt 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk Győrben, helyszínváltozás van. Ha valaki esetleg ott kiabál, hogy ha-hó Feri, ha-hó Jani, hol vagytok, hova bújtatok? Ugye, mivel lecsapott
az újabb orkán, ciklon, amit még hétfőn kiröhögtetek. A neve egyébként? Hogy Ivett. Pont most kérdeztem a Balázs, hogy ez mióta divat nálunk, mert ugye igen. Amerikában névsor, illetve ABC sorrendben mennek a nevekkel, és most úgy tűnik, hogy nálunk is ez igen. Van. Mondjuk, hogy miért az Y-nál kezdtük, mert ráadásul úgy is van írva. Hát ki tudja, vagy valakinek mint a feleségét úgy hívták, aki döntött el, és azt mondja, hogy házi sárkány. Mi legyen a neve, Jorzsi, legyen Ivett. Ez a vihar is visz mindent, az is vitt mindent. Asszony is vitt mindent, igen, a vihar is vitt mindent. Szóval a helyszínváltozás, ugye ezt kezdtem el mondani, Eto Park, itt vagyunk, és annak ellenére, hogy a helyszín megváltozott, kicsit csendesebb, kicsit nyugodtabb azért itt lenni, mint kint a 80 km/h szélben, mínusz 45 fokban. Annak ellenére minden ugyanúgy megy tovább, lehet jönni kipróbálni a fűrészelést, ugye a dobolós versenyen már túl vagyunk, 100 000 forintot nyer az, aki leadja majd a regisztrációs kártyát a hostess lányainknak. Sorsoljuk adás végén, szívhangot is lehet adományozni természetesen, csak úgy, mint az eddigi állomásokon, és ugye az 500 000 forintot pedig jövő hétfő lehet majd megnyerni azok közül, akik regisztrálnak, illetve akik ugye 10 után küldik majd azt a kis szócskát, hogy 500 000, ezt SMS-ben. És hát a fűrészelés is megy, ugye amikor nálunk zene van, hírek van, akkor nagy erővel lehet fűrészelni. Olyan szinten van túljelentkezés, hogy délig itt lesznek a stíles timber sportos srácok. Aprófa eladó! Aki akar a hörcsögnek forgácsot gyűjteni, vagy bármi, nyugodtan menjen oda egy seprűvel, mert hogy hát népszerű ez a fűrészelés. Egyébként nagyon. A legjobb időnk most jelen pillanatban mennyi? 40 másodperc körül van. Igen. Gyerekek, az nagyon jó. Csak mondjuk, hogy egyébként akit kipróbálja ezt, és jó időt fut, a legjobb idő, ugye pénteken, vagy a legjobb időt elérő versenyzőn kap majd egy brutális kis lánc fűrészt. Hát vicces, egy Steel Morning Show 170, tehát MS 170-es. Egy MS 170-es. Oda se kell menni vele a fához, mert oda szippantja. Olyan ereje van annak a fűrésznek. Igen. Megdöbbentő. Egyébként május 17-én fent a Várban, ez szombaton lesz, meg lehet őket nézni élőben is, és lehet szurkolni a magyar bajnoknak és is. És hát tegnap megtudtuk, hogy van egy ilyen négyes vetélkedő műsor ebből a dologból, aminek az egyik eleme ez, a másik az, hogy egy géppel kell levágni, ugyanezt a farönköt kell egy állítottat vágni, meg még van mi, valami, és a világbajnok összerakni vele, és az egészet a világbajnok egy perc alatt megcsinálja. Az számomra teljesen értelmezhetetlen. Mi hárman, meg egy-két játékos talán Miskolcon, vagy hol 4 percig fűrészeltünk, ugye? Tehát ez volt a mi teljesítményünk. Döbbenet, ugye a világ legjobb 8 favágója lesz majd itt szombaton? Igen. Igen. És van magyar férfi is közte, hál a jó Istennek, úgyhogy szoríthattok neki is. Bizonyám. Na nézzük a közlekedési híreket. Terész körút beállt, esik egy kis eső, vagy fúj egy kis szél, mindig ez van, sok autós előbb úszni tanuljon, meg utána vezessen, ezt István küldte nekünk. Az éles saroknál rendőrautó összetörve már a tréleren üzeni nekünk Csengő. Hát akkor ott nagy kavalkád van, ha már a rendőrautót is összetörték. Terész körút beállt, így van, Monoron mérnek Pest felé, mindenki menjen lassabban. A Taksonyi kereszteződésnél alakul a dugó, két autó koccant, sok a törmelék, ott is legyetek óvatosak, ezt Betty küldte nekünk. Kőbánya Sörgyárnál szintén dugó, a Yard fennakadt a villamos sínen az útépítésnél, helyszínelés folyik, dugó alakul. Száguldozunk. Szegények, igen, kicsit fölrakad. Az nekik milyen kellemetlen, nem? Még rájuk is dudálnak, átintegetnek. Van egy trafink Kazincbarcikán, a 26-os úton. Fehér Opel Astra. Páran tuti belefutottak, ezt Joyce küldte nekünk, és van egy trafi még az M3-ason, a 185-ös kőnél Budapest felé. Ezek mérnek, gyerekek, ha esik, ha fúj, nem szórakoznak. Az 500 ezerre várjatok még, jól látom, hogy önnek az SMS-ek, az csak 10 után, aki 10 előtt küldi, az nem érvényes. A gép úgy összesíti majd az SMS-eket, hogy azokat nézik, akik 10 után küldték. És aki most 10 nem előtt érdemes. Küldi, annak az előfizetését is letiltja. Igen. Ne csináljátok. Na, egy olyan témával foglalkozunk most, ami kicsit közérdekűbb, de szerintem kell velem, mert hogy rengeteg autó áll az úton, rengetegen közlekednek, rengetegen teszik le, ilyenkor is ugye parkolni az autójukat, és hát sajnos kevesen vagy kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy beálljanak garázsba, és mosolyal az arcukon konstatálják, hogy őket bizony nem érinti a vihar. És egy-egy ilyen nagyobb vihar levonulása után ugye mindig megindul a csata az autótulajdonosok és a biztosító társaságok között. Hát ez... És ez a baj, hogy így kell fogalmazzál egyébként, hogy megindul a csata. Igen, és ez most a biztosító társaság azt mondja, hogy nem, dehogy csata nálunk, nem csata, mi mindent kifizetünk. A tapasztalat pedig az, hogy azért sokszor, ugye nem minden esetben, meg vannak korrekt biztosítók, meg vannak korrekt eljárások, azt tapasztalják az autósok, hogy a biztosító egész egyszerűen lesöpri az asztalról az érveket, nem fogadja el sokszor ugye a bizonyítékokat, vagy azt mondja, hogy neki erre nem kell fizetni, és próbálja úgy meggyőzni az autóst, aki nem eléggé felkészülve megy oda, mondjuk egy cserépráesés után, ami az autójával történt, vagy valami rádölt,
vagy valamilyen kár keletkezett az autójában, hogy nem tudja, hogy még mivel érvelhet. Nem? Nem tudja, hogy mit mondhat, nem tudja, hogy mivel lehetne meggyőzni a biztosítót, vagy milyen paragrafusokra lehet hivatkozni, és egész egyszerűen nem fizeti ki neki a kárt. Hát ez most szerintem abszolút aktuális. Tisztelet a kivételnek, a biztosítók legtöbb esetben nagyon korrekt partnerek addig, amíg a csekket kell küldeni, meg amíg fizetsz nekik. És abban a pillanatban, amikor ugye arra kerül a sor, amiért fizetsz, abban a pillanatban, igen, ahogy te is fogalmaztál, fura módon meg akarnak győzni arról, hogy ebben az esetben nem jár kártérítés, illetve ki volt a hibás? Te. Igen, illetve különböző módon kell neked bizonyítani a 150. papírral, a 160. tanúval, a 180. fényképpel, amit ott a helyszínen készítettél. Sokan ráadásul se tudják, hogy azonnal tanúkat, fényképezőgépet kell elővenni, aláírni, lefényképezni, dokumentálni mindent, ami történik. Ugye a dolog összetett, mert hogy például mi van akkor, ha egy cserép esik rád, ugye? Kinek a felelőssége? Ki fizet? Kinek a milyen fizeti? A lakásbiztosítás fizet, akinél a cserép van? A háznak a biztosítása fizeti? Én rávenném a tetőfedőre. Igen. A terület fenntartó, a közút, tehát rengeteg eset fordul elő, és nem tudod, hogy te kint tudod behajtani, azt mondják, hogy hát ez neked nem fizetjük meg, vagy a biztosító nem fizeti ki, rendben van. De lehet, hogy a közút biztosítója, vagy mondjuk az épület biztosítója, vagy a tulajdonosnak a lakásbiztosítása fizethet, ami az embernek eszébe se jut. Bemegy a biztosítóhoz, azt mondja, uram, ezt mi nem fizetjük ki. De nem tudja, hogy közben máshonnan azt a kárt be lehetne hozni. Kezdjük az alapoknál, ugye egy autósnak kell kötelező felelősség biztosításának lenni, anélkül nem közlekedhetsz. Ez erre nem jó. Hát nyilván vannak árnyalt esetek, sokszor nem jó. Igen. Mert ez arra van, hogyha te kárt okozol a másikban, akkor annak fizessenek. Tehát kell kaszkód legyen, hogyha te például nem egy ilyen helyen állsz, amit te mondtál, hogy egy családi ház mellett, ahonnan lesodorodott egy cserép, hanem megállok mondjuk valahol az út szélén, egy ilyen parkolóban, és egyszer csak rádől egy fa az autóra. Nem, ha, akkor figyelj, mi van? Ha van kaszkód, az a legegyszerűbb, de nem kell mindig kaszkónak lenni, a kaszkó az tök jó, van egy őrészet, kifizeted az őrészt, megcsináltatod. De sokan például azt nem tudják, hogy ilyen akkor ugye a felelős tudod te megkeresni, és meg tudod nézni, hogy melyik lakásból esett le a cserép. Annak a lakásnak van egy lakásbiztosítása például, mert hogy ki kell, hogy fizesse a lakásbiztosítás, akár még a te autódon okozott kárt. Vagy a terület biztosítója, vagy a közút biztosítója, vagy a háznak van-e biztosítása, mert például azon is be tudod hajtani. Tehát baromi sok dolog van, szerintem, amiről tudunk itt beszélgetni, úgyhogy mindjárt fölhívunk egy szakembert, aki elmondja nekünk, mert szerintem ez ezreket érint, ráadásul pont ebben az időjárásban. Nagyon nem, hogy hova tudsz menni, mire kell figyelni, mi az, amit egyértelműen lesöpörnek, és mi az, amit nem szabad hagyni, hogy egy biztosító lesöpörjön az asztalról. Meg én arra lennék ilyen esetekben nagyon kíváncsi, hogy vajon lehet-e találni egyértelmű vétkest, mondjuk egy például egy ilyen cserép leesés esetében. Lehet. Mert hogy az időjárási viszonyokat, azokat ugye nem tudja kiszámolni előre az ember. Nem feltétlenül egy hanyagmunkának a következménye az, hogyha mondjuk egy háznak a tetejéről leesik lehet. Valami. Hát ilyenkor be kell csöngetni, föl kell menni, tehát ezt mindjárt egy szakember elmondja, meg kell nézni, hogy a lakásnak van-e biztosítás, a háznak van-e biztosítás. Ezeket be lehet hajtani, meg be kell hajtani. A tetőfedőhöz oda mehetsz, hogy azt mondja, meddig vállal garanciát, hány kilométer per órás széllökésig vállal garanciát a tetőfedésre, érted? Igen, mikor csinálták, adott-e róla számlát, igen, és a tetőfedő életbiztosítása fizeti a te autónak a biztosítását. Na, van egy kis segítségünk ebben, itt van Hámori László, aki a GKOS elnöke. Jó reggelt kívánunk, Laci, hello! Szerbusztok, jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt! Hello. Ez a gépjármű károsultak országos szervezete, ha jól mondom? Országos szövetség egy kicsit. Országos szövetség, országos szervezet. Égnek már a vonalak? Van egy nap délután már azért érkeztek megkeresések, rengeteg levihar van. Na, például ezt is tudják sokan szerintem, hogy benneteket érdemes keresni, egy non-profit szervezet vagytok, akik segítetek az autósoknak, most idézőjelesen mondom, érvekkel, jogászokkal, segítséggel, hogy mit mondjanak a biztosítónak, ha mondjuk a biztosító le akarja őket söpörni az asztalról, ugye? Igen, az igazság, hogy egyre több a dolgunk, mert egyre több a lesöprés. Úgyhogy az a tendencia, hogy ezeket a viharkárokat már nem nagyon szereti kifizetni egy biztosítótársaság se. Mindig keresnek valami kibúvót. Persze ez nem mindig az eredményre. Ha ott vagytok mondjuk ti. Milyen kibúvókat keresnek? Tehát például egy autó összetörik, ugye a tulajdonosnak tök egyértelmű. Ott van, látja, valami ráesett, lefotózza. Ilyenkor mit mond a biztosító, vagy mik azok a népszerű kibúvók, amivel ők megpróbálják mondjuk egy adott ügyet lesöpörni az asztalról? Hát alaphangon mindig azt pendítik meg, hogy ugye ez egy olyan esemény, viharra hivatkoznak, amire nem terjed ki az adott háznak, társasháznak, családi háznak a biztosítási fedezete. Ezt szokták a legtöbbször elsütni, de már hallottunk olyat is, hogy megkérdezték a parkolóautóstól, hogy ugye azért érvényes parkolójegye volt, és a műszakia is rendben van. Úgyhogy vannak hajmeresztő esetek,
de mi köze van az érvényes parkolójegynek, ahhoz, ha rámesik egy virágcserép? Hát az, ha én várom a büntetés ódiumát, és ha volt, nincs esetleg, komolyan? És így van. Hát így valószínűleg van. Itt az van, hogy ugye az autós ez így elkezd gondolkodni, hogy basszus, tényleg nem vettem jegyet. Hát akkor hagyjuk az egészet. És csak egy kérdés sokszor volt. Sokszor. Tehát ezek, amik most így hirtelen nevetségesnek tűnő indokok, ezek a nem járatos, a kártérítési járásokban nem járatos állampolgároknak, ugye szöget üt a fejébe, hogy húha, nekem itt valami restanciám van, valami elmaradásom van, hát akkor lehet, hogy ezeknek tényleg igaza van. Aha, milyen ravasz, nem? Hogy például erre próbálnak operálni, és azt mondta, hogy hát igen, nem vettem jegyet, nem mintha bármi köze lenne a fejedre. Isteni télet. Bármi köze lenne az autód a rázuduló virágcserépre. Jó, ha mondjuk a virágcserepet említettük, nézzük egy ilyen konkrét példát, hogy jövök ki, látom, hogy ott vagyok reggel, és egy rohadt nagy virágcserép ott van mondjuk a motorháztetőn. És egy gipszanyjal belefúrodva a motorháztetőn. Igen, legalább szép benne a muskátli, azt haza tudom vinni. De hogy ilyenkor egy autós, mondjuk mi a legfontosabb, fotózzon, tanút, hívjon, csöngessen be a házba, mit csináljon? Ugye azért elég furcsa a virágcserép akkor, hogy az autónk tetején, hogyha nincs a közelbe ház. Ugye akkor valamilyen futballmérkőzésre kell gyanakodni, vagy valamilyen tüntetésre, hogy ott röpködtek a virágcserepek. Ilyen esetben ugye hát biztosítási fedezetre nem nagyon lehet számítani. Viszont hogyha egy háznak a fal közelében állunk, és látjuk, hogy ott a második emeleten egy komplett botanikus kert van kiépítve, és onnan valószínűleg leesett egy virágcserép, akkor igen, oda be kell csöngetni, és a virágcserepet ugye megőrizve meg kell kérni a háznak, a lakásnak, az ingatlanak a tulajdonosát, hogy írjunk már néhány sort erről a dologról, és ugye a legfontosabb kérdés, hogy van-e biztosítása. Tehát akkor nem az én kötelezőmön kell behajtani, hanem a házon, a lakón, a lakásnak vagy a háznak a biztosítását. Így van, így van. Sajnos kötelező ez erre nem terjed ki, azt Feri nagyon jól mondta néhány perc ezelőtt, hogy a gépjárműnek a kötelező biztosítása erre nem nyújt fedezetet. A kaszkó elvileg igen, de így ott fölléphet az ön rész, ami akár 100-200 ezer forintos nagyság is lehet, úgyhogy azért nem mindegy. Ilyenkor ugye akkor van baj, hogyha az adott háznak, ingatlannak, lakásnak nincs biztosítása. Ilyenkor a tulajdonos a saját vagyonával felel, a kárt meg kell téríteni. Ezért kell nagyon rutinosnak lenni a kár okozójának, és amikor becsöngetnek egy ilyen kéréssel, akkor azt mondani, hogy uno momento bite, kimenni a terasz, és átrakni a szomszédjának a balkonjára a muskátlis ládát. Igen. Ez egy jó ötlet, igen, és akkor csak csodálkozik, hogy az a terasz az üres. Hát akkor át kell menni a szomszédhoz. Figyelj, és ha például, mit tudom én, rám dől egy stop tábla, akkor megnézem, hogy a terület fenntartó, vagy a közútnak van-e biztosítása, megkeresem a közútot karbantartó társaságot, és akkor ezeket próbálom behajtani az én káromban? Biztos, hogy van biztosítása. Aha. Tehát itt szinte 100%-os biztonsággal mondható, hogy van rá fedezet. Viszont nem biztos, hogy fizetni fognak, ugyanis ilyenkor mindig a felelősség kérdésének a bizonyítása mindig rajtunk van, sajnos autósokon, hogy hát ott mitől dört ki az a tábla, hogyha az építés, a karbantartás, vagy az ellenőrzés hiányosságai miatt felróhatóan valakinek más hibájából dőlt ki, akkor van keresni valamit. De hogyha azt úgy építették meg, és azt rendszeresen ellenőrizték, karbantartották, hogy esetleg egy olyan vihar van az országban, mint most a napokban, vagy most az órákban, akkor elképzelhető, hogy olyan helyzet alakul ki, hogy nem kell kifizetni a biztosító társaságnak, ugyanis ezt hívják Viszmajornak. Uh-huh. Én gondolom azért, hogy a Viszmajorra ilyenkor, ezt sokan ilyenkor próbálják nehéz tárgyatani. Az eset. Igen, uh-huh. Igen. Próbálják ezt a Viszmajort mindenre ráhúzni, de hát azért vannak a jogászok, és azért küzdenek az autósokért, hogy itt a kártérítés azért az végül is megérkezzen az autósok. Mind a ketten említettétek, közös ismerős ez a Viszmajor nevű úriember? igen. És mindenféleképpen többször is szoktunk vele találkozni hetente, úgyhogy mi már a névjegykártya cserén már túl vagyunk, mi már baráti viszonynak mondhatjuk ezt a kapcsolatot. Figyelj, és azt mondjuk az érdekes, amit mondta, hogy vizsgálja meg a táblát, hogy jól van-e megépítve, hogy menjen oda autósként, és nézzem meg, vagy egy födémre másszak föl, vagy egy szakértő szembe. Statikus jöjjön ki! Nézze meg a stop táblát, hogy rendesen lebetonozták-e? Hát azért ez egy irreális dolog, hogy az autós vizsgálja meg a stop táblát. Hát mit nézek egy ilyen körültekintő magatartás azért elvárható az autóstól. Nevetni fogsz, Balázs, mert volt egy hasonló tábla rádörés esetünk, amikor ugye érdekes módon csak a földbe volt beásva a tábla. A beton valahol valakini másnál járdaként üzemelt, amit oda kellett volna hát a saját medencét azzal falasztak ki lehet, igen. Donosának,
felrohadtó volt az, hogy az építés és a karbantartás és az ellenőrzési hiányosságokat szenvedett. Ez egy egyszerű eset volt. Amikor a tetőről esik le valami, hát igen, akkor az, az a legjobb tanácsom, hogy ilyenkor bilincseljünk magunkhoz egy statikust, és azzal menjünk. És próbáljuk meg felmérni a helyzetet, hogy vajon az mi volt az oka annak, hogy a tetőről valami leesett. Tehát ugye félre is lehet hivatkozni, de hát azért a mai világban egy ilyen 100 kilométeres, 120 kilométeres szélnek nem kéne, hogy lefújjon antennákat, parabola antennákat, kéményeket és tetőcserepeket. Hát azért ez nonsens, hiszen ezek úgy vannak méretezve a szerelés során, hogy eznek a dupláját is kikéne, hogy igen, igen, de figyelj, bocsánat, csak azt hagyd kérdezzem meg, hogy mi van akkor például, ez egy hallgató kérdezés, jó kérdés, ha a ház mondjuk úgy leveszi magáról a feszültséget, vagy leveheti egyáltalán, hogy kiírja, hogy a ház mellett csak saját felelősségre parkoljon. És ezt ő így kirakja. Akkor ilyet nagyon sokat látni. Na, mentesül a felelősség alól? Igen, igen, mert ez úgy járt el, ahogy tőle elvárható. Télen látni ilyet sokat, amikor olyan házakra, amikor a ház tetején nincs megfelelő hócsúszás gátló, akkor kírják, hogy ide a ház mellé csak mindenki saját felelősségre parkoljon. Ilyenkor, hogyha valaki oda teszi le az autóját éjszakára, és ráesik a hó, olyan kártétési igényel kicsi eséllyel indulhat. Ugyanígy van például, hogyha egy építkezés mellett állunk, vagy ha egy felállványozott ház mellett állunk, vagy egy olyan tetőszerkezetű ház mellett állunk meg, ami ugye már valamilyen fokon megrongálódott, és akkor kiírják, hogy tessék vigyázni, itt a tető az életveszélyes, ide ne parkoljanak. Aki oda teszi ilyenkor az autóját, hát az vállalja. Vállalni kell ennek minden. Ez is érdekes egyébként, hogy így veszik le magukra a felelősséget. Nemrégiben láttam egy olyan kis szerződést, egy sportversenynek a nyilatkozata volt, alá kellett írni minden egyes résztvevőnek, az volt benne, hogy a szervezők hibájából előforduló halálesetekért a szervezők felelősséget nem vállalnak. Jézus, és ezt nem tudom. Komolyan. Jézus Mária. Igen. Ő minden biztosított. Amikor olvassuk ezeket a szerződéseket, mi is jókat nevetünk néha, de valamikor égnek áll a hajunk, például amikor most mondtál ilyet, hát ilyeneket nem lehet kikötni. Hát ez a szerződési feltétel semmis. Ha meghal valaki és a szervezők hibájából történt, hát természetesen nekik felelősségük van, attól függetlenül, hogy ezt kikötött. Igen. Hát ez ilyen alapok kirakhatják, nem lehet csinálni. Igen, egy matricát az autónkra, hogy az elütött emberekért felelősséget nem vállalunk. Bocsi, nem kell odaugrani. Nem kell a kocsi elé ugrani. Így van, vagy kérnem a kocsira, hogy bár van kötelezőm, de az általam okozott károkért felelősséget nem vállalok. Szóval ezt is ki lehetne írni, de hát ennek semmi értelme, hiszen ezt nem lehet megtenni, ezt szabályozza a törvény, úgyhogy hiába írunk le ilyet, ez semmis. Laci, beszélj még egy dologról, mert szerintem azt is kevesen tudják, hogy például a kötelező felelősségbiztosítás terhére ugye nem csupán az autóban okozott kárt kell megtéríteni például a másik autós biztosításának, hanem, vagy biztosítójának, hanem a bentülőknek mondjuk, ha bármilyen sérülése történik kórházi kezelésben, bármi, ez is behajtható. Például szerintem nagyon sokan nem tudják. Ugye megnézi, mennyi a kár az autóban, megpróbálja kifizettetni, örül, ha egyáltalán azt megkapja. De sokan nem tudják, hogyha ül melletted valaki, és mondjuk ő sérülés szenved, eltörik a kulcscsontja, a kórházi kezelésre szorul, bent kell lenni a kórházban, akkor a kötelező biztosítónak, vagy a másik biztosítójának azt is ki kell fizetni, minden. Ugye? A káresemény során felmerülő összes kárigényt ki kell elégíteni a biztosítótársaságnak. Természetesen, hogyha egy kicsit morbid, szélsőséges példát szeretnék hozni, ha a haláleset történt, még a temetés, sőt, talán még a halotti tornak a költségeit is meg kell, hogy térítse a biztosítótársaság. Kicsit tényleg morbid a példa. És persze, és később még minden egyes csokor virágot, amit a halottak napján kiviszel, tudod. Hát ez már egy áttételes dolog, ezt nem, de a temetési költséget és az ezzel kapcsolatos járulékokat már fizettettünk. A tárgyikárokat is fizetni kell, mert akkor látom már az autósokat, hogy és egy törött laptop, itt van az eredeti Pogány Madonna összetört. Jaj, és ez is ledőlt, hú, ezt is elvitte a szél. A laptop az nagyon aktuális téma, a laptop nagyon sokszor leesik balesetnél az autóban, és nagyon sokszor el is törik. Már néha azt teszem észre, hogy talán nincs is annyi laptop a forgalomban, mint ahány laptop eltörik a baleseteknél, ami leestek ülésekről, úgyhogy a használt és törött laptop kereskedők néha azért kicsit csínyán bánhatnának ezekkel az igényekkel, mert sokszor van ez, és a biztosítótársaság ezt eléggé összerántott homlokkal nézi, amikor leesik egy laptop, egy ötös jelű telefonkészülék a legújabbak közül, valamint a hátsó csomagtartóban a legújabb
japán márkájú 170 cm-es átmérőjű lapos TV megsérül. Hát ezek ugye olyan furcsa össze kacsintások, amit ugye hát a biztosító nem néz jó szemmel. Hát ez valahol azért érthető az ő oldalukról, és ezért sokan. Mondok egy érdekes példát még, hogy ez az autóban ülők sérüléseivel és az annak a megterítésével kapcsolatosan. Ugye hát két autó garambolozik, az egyik a károkozó, a másik a károsulti autó. A károkozó autóban ülőknek is meg kell téríteni a kárát, hogyha személyisérülés történik. Annak az autónak a terhére, amelyik károkozó volt. És így van, tehát érdekes módon az autóban ülők, akkor is, hogyha az a vétkes autóban ülőkről van szó, azoknak a kárát is a vétkes autó felelősségbiztosítója fogja rendezni. De a sofőrét nagyon érdekes nem, ugye? Nagyon sokan nem tudják. Például, akik motoron ülnek utasként, és a motoros hibázik, mert olajfoltra ment, mert gyorsan ment, mert nem tartotta be a sebességet, és a motorosnak az utasa megsérül, azt a motoros felelősség biztosítója meg kell, hogy térítse. Na jó, ezeket sokan nem nagyon tudják. Komoly. Nagyon sokan nem tudják, és ezeket a kárigényeket bent hagyják a biztosítótársaságoknál, igényt sem jelentenek bent. Mindenkit megkérek, hogy ne tegyen így. Még egy utolsó kérdés, mert a tapasztalt embernek, tapasztalt férfinek tűnsz, mi nagyon sokat beszélgetünk erről itt szűkebb körben, hogy szerinted popsiba meg csalás? Ide illő kérdés. Zseni vagy. Azt hittem, hogy autóban megcsalás. Igen, autóban megcsalás. Laci, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek. Nagyon szépen szerintem köszönöm, fontos, hogy kívtatok. Fontos volt erről beszélni. Köszönjük mindenkinek, szépen. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok. Éppen hozzám megérkeztek a tűzoltók, mert kimentenek a kocsimból, mert rándölt egy fa. Úgyhogy most már le kell tennem. Köszi, Laci, ciao, Hámori László, a Gékosz elnökével beszélgettünk, köszönjük szépen. Még egy hasznos jó tanács ide a végére, most az egyik benzinkút hálózatnál nem mondom a nevét, a tankolásért pont az ilyen elemi kárra adnak biztosítást, azt hiszem ilyen literenként egy nap a dolog, tehát mit tankolsz 40 litert, akkor 40 napon keresztül pontosan az ilyen káreseményeket kifizetik neked ilyen viharkár. Ez nagyon, az ja. Nagyon korrekt. De pontot adnak mellé? Persze, igen, igen pontgyűjtőjük van, mehetsz. Nyugodj meg, bárhol mész, te biztos, hogy kapsz. Biztos találok egy olyan kártyát. Fél 9 úr pontosan, 2 perccel jövünk a hármas ugrással a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. A műsor nagy tavaszi országjárás 2014. Élőben Győrből. Őrület, jó reggelt kívánom mindenkinek, drága Morning Show hallgatók, itt a helyszínen nagyon sokan vagyunk, ugye az Eto Parkba helyeztük át saját magunkat, és a mi kis vonuló karavánunkat, mert hogy kamiontól elkezdve, különböző sátrakon keresztül, olyanok vagyunk már itt a Rócsó keretein belül, mint egy majális, nem? Így megyünk, és ha reggel 8 órakor beállsz végigcsinálni a programokat, délre végzel, annyi mindent lehet itt csinálni. Hát. Úgyhogy még a vattacukros hiányzik, de jövőre az is lesz. Azt teátoztunk, iszogatunk, fűrészelünk, szívhangot adunk, egészséget nézünk kamionban, minden csinálunk. Vándorcirkusz fényben van, főleg a szakállas nőknek köszönhetően, akik itt mindig megjelennek. De tényleg, ugye, úgyhogy aki akar még jönni, nem késő, Eto Parkban vagyunk, ez az új helyszín a vihar miatt, és 100 000 forintot nyer valaki az adás végén. Ehhez regisztrálni kell, körülbelül 9:30-ig lehet majd leadni a regisztrációs kártyákat, úgyhogy van még idő, nem késő elindulni, bedobjátok és megvárjátok 3-4-10 környékén sorsolunk. Jó, 100 000 forint, illetve adás után jöhetnek majd az 500 000-es kis SMS-ek, ezt a Csabi mondja, Piros is mondja, és jövő héten hétfőn pedig 500 000-et sorsolunk azok között is, akik itt regisztráltak, azok között is, akik SMS-t küldtek, hétfőn valaki 500 000 gyerekek. Hát nagy azért az szép összeg, és azt ízlelgessük. Igen. Cash is adózott. Bizonyám. Ugye? De az szépen, szabad szemmel látható, olyan, mint a 100 000, az már egy komoly összeg, és azt hétfőn valaki megnyeri. Úgyhogy érdemes regisztrálni, ha valaki nem tud jönni a helyszínre, akkor hallgassa 10-kor a kívánságműsor. Na, gyorsan egy-két SMS, mert van egy-két kérdés.
Borzasztó ez az időjárás, holnap Pécset biztos marad a szabadtéri helyszín, ha mondtok már infokat, ha mondtatok már infokat, ezer bocs, csak most jutottam rádió hullámhoz. Anna írta nekünk. Jelen pillanatban egyelőre még ott tartunk, hogy nyilván szeretnénk, ha maradna. Időjárás függő, ha kicsit csendesedik a szél, akkor valószínű ott leszünk. Ha nem áll el, vagy nem csendesedik, akkor lehet, hogy lesz változás. Figyeljétek a hírblokkot, figyeljétek a Facebook oldalunkat, a Morning Show oldalát, a híreket, pirosékat, élőben vannak. Csabi, szerintem ha van változás, mondjuk, jó? Tehát a rádióban benne lesz, ha hallgatjátok a rádiót, akkor ott lesz, hogy hol vagyunk. Én vagy most ránéztem a számítógépre, ott a technikus kollégánál, a Zolinál megy folyamatosan a szélcsatorna kép, itt 90-et ír, 95-öt Győrben, és már most Pécsre csak 45-öt, tehát fele. Úgyhogy ha ez így marad, akkor szerintem tudunk kint lenni. Nagyon jó lesz, jó? Meg nem is tudom, hogy hova tudnánk ott behúzódni. Székesek. Katakombákba. Vagy igen, az ókeresztény sírkamrákba. Igen. Nagyon elkeseredett vagyok, hogy nem tudok ott lenni, de túl messzire mentetek, és az idő sem kedvez, nem győri vagyok. Sajnos igazából kiszúrt velem az időjárás, nagyon vártalak benneteket, és lám nem sikerült. Írja nekünk Teci. Hát sokan írják, igen, hogy szomorúak, nem tud mindenki eljönni, aki szeretett volna, sokaknak dolgozni, kell iskolába lenni, de adásban vagyunk, úgyhogy hát ott is valamennyire pótolható ez a dolog. Bali havazik, írja valaki. De nyilván, adjál már. Klein Dávid. Az asztalomon a kis gömbben. Ja, 5000, tiéd. Figyeljétek a hóesést, ha valahol esik, jelentsétek. Zsebbe felezünk, jó? Meddig játsszuk a játékunkat? Amíg ez a hidegfront tart. Tehát utána vége, hétfőn a vége. Jó? Jó, már attól tartom. Amíg nem esik. Csak pozitívan jön ki ebből a fogadásból. Na, és nézzük, hogy hát mi a helyzet a Völgyhídon. Figyeljétek az SMS-eket, csak hogy mennyire nem egyszerű. Járható a Völgyhíd, most jöttünk át rajta. Egyik SMS. Másik. A Völgyhíd egy sávval lezárva, hosszú várakozás mellett, lassú tempóban járható. Harmadik SMS. A Völgyhíd teljesen lezárva. Nagyon. Határ felé lezárva. Írja egy másik hallgató. Újabb, 88 a vége, mindkét irányba lezárva. Na, ugye? Érted? És ez csak egy híd. Na most fejtsd meg, hogy mi a helyzet. Van valami kis fennakadás. Mondjuk ezt, nem? Írjatok, mi a helyzet, ki hogy viseli a vihart, kivel mi van, autókár, tűzkár, vízkár. Az utakon mi van, a rakparton mi van, a hidakon mi van. Gyerekek, ezt mondták ezt a hidegfrontot, de megérkezett, nem? Nem viccelték. Valamit eltaláltak. Igen. Tisztelt nagy érdemű, a holnapra tervezett pécsi kitelepülés rossz idő esetén Mohácson lesz megtartva. Ezért mindenkit kérünk, hogy ide jöjjenek át. De nyugalom, nincsen semmi vész. Ugyanitt szobakiadó. Igen. Na jól van. Gyerekek, szörnyű hírem van azoknak, akik szoktak medencébe pisilni. Nem á. Jaj, nem akarod tudni. Nem áll, ne keseríts már el, Feri. Tessék őszintén, Győriek, kezeket föl. Na, ki az, aki kint van strandon nyáron, az nem megy ki. Ki az, aki lusta kijönni a vízből? Te puhák vagy. Erről van szó, így van. Van ilyen. Itt van körülbelül. Azt a mindenit. Hát képzeljétek el, hogy egy kutatócsoport azon dolgozik, hogy ezt a sokszor említett elszíneződést, ezt most már létrehozza, és Texasban fejlesztenek egy eljárás, miszerint a vizekben kimutatható lesz a szennyeződés. De jó, hogy mondtad, hogy Texas, már éppen mondani akart, hogy milyen jó célokra költik az EU-s pénzeket. Igen, nem, a vizekben kimutatható lesz a szennyeződés. Én úgy tudtam, hogy egyébként ez már létezik, hogy ez nem legenda, hogy valahol valaki egy kicsit csal, és úgy érzi, hogy messze van a retyó, akkor a víz elszíneződik, de most ezen ők dolgoznak. Az úszómedencékben is, meg egyébként máshol is elszíneződik a víz. Na most ez mit jelent, hogy úszol mögötted, előtted? Vagy rá tudod kenni, aki ott áll melletted? Ott van egy idősebb néni, aki ott üldögél, és azt tudod, hogy Marika néni, legyen szíves, és már barnul is. Igen, vagy ez hogy van? Hát az úszó környékén színeződik majd el a víz? Ahogy szerintem kifolyik ugye az anyag belőle, tehát elereszted, akkor ő rögtön reakcióban lép ebbe. És akkor megszínezi a vizet. És akkor ott mondjuk kék lesz. De mire akarják ezt a dolgot kifuttatni? Arra, hogy utána megalázzák az embert, hogy húgyos, bevizelő, inkontinens, vagy mi kirángatják a vízből és pellengére állítják? Szerintem ez nem arról szól. Ez arról szól, hogy ez ilyen preventív jelleggel. Ha tudod, hogy ez a víz elszíneződik, és kint van egy tábla, hogy a medence vize egy valamilyen hatóanyagnak köszönhetően a csalóknál is elszíneződik, akkor már eleve nem teszed meg. Tehát ez nem arról szól, hogy téged ott kiemeljenek a vízből, és mutogassanak mindenkinek, hanem ha tudod, hogy egy olyan medencébe vagy, akkor már nem csinálod meg. Nem? Tehát ez inkább egy ilyen megelőző szándék lehet, gondolom én.
De hát, hogyha nincsenek következményei, akkor nem elrettentő erő. Hogy ne lenne? Hát, ha bemondja százan vagy ötvenen, és egyszer csak ott körülötted elszíneződik a víz, hát azért az elrettentő. Hát akkor mondják be, nem? Hogy kedves közönségünk, kedves látogatóink, jelezzük önöknek, hogy a nagymedence bal sarkában egy fiatalember belebrunyálta a vízbe. Kérjük, kerüljék a vele való kontaktus. És ebben a pillanatban lincs hangulat lesz a strandon, és mindenki őt akarja megverni. A megelőzés meg azért nem, amit te mondasz, az ötlet egyébként marha jó, csak képzeld el Magyarországot, ki van téve egy ilyen tábla, hogy vizelés esetén piros lesz a víz, vagy kék lesz a víz. Az első ember, aki mégis megcsinálja, és nem színeződik el, föláll, és elkezd majd üvölni, most úgy aztán bele hazugság, is hazugság, igen. Kamu. Mi nekünk egyébként nyáron úgy emlékszem, hogy lesz olyan kitelepülésünk, amikor egy ilyen kis parkban fogunk, ahol vannak medencék is majd megjelenni, akár ki is próbálhatjuk, hogy vajon Magyarországon már a texasiak nyomába léptek-e. Jó, de mi a trambulimról csináljuk, ugye? És ki lesz az, aki kipróbálja? Táblákat láttatok már egyébként valahol? Hogy tehát, elszíneződik? Hogy... Most bocsánat, nem. De én egyébként most itt gúnyoljuk ezeket az embereket, meg ezt a jelenséget, de szerintem, amit nem tiltanak, az szabad, nem? Te láttatok már egy olyan táblát, amin egy piktogram van, ahol egy ilyen kis pálcik ember fogja elő a kisebb, legkisebb pálcikát a testén, és utána pedig szaggatott van, és ez át van húzva pirosan. Láttatok már ilyet? Hát nem, de valószínűleg ez azért van, mert azt gondolják, hogy ez így egy ilyen emberi azt érték. Azt hittem, hogy még legalább mi együtt vagyunk, hiszen ugyanabból a kultúrkörből származunk. Valószínűleg ez nem azért van kirakva. Én egyszer beszélgettem egy ilyen gyógyfürdőssel, aki elmondta, hogy sokszor csinálják azt, hogy vesznek ilyen vízmintát, és azt elküldik kíváncsiságból, hogy mi van a vízben, mit kell tisztítani, milyen anyagokat kell beszerezni, és mondta, hogy nem gondolnánk. Mindig az ő viszi, hogy mindenki nem lehet terhes. Igen, hogy nem gondolnánk, hogy egyébként hány ember nem jön ki valójában a medencéből. Tehát amikor te ülsz egy wellness szállodában, hiába cserélik, meg hiába próbálják tisztán tartani, vagy ülsz valamilyen gyógyfürdőbe, és ott van egy-két lustább, nem gondoljuk szerintem, hogy 10-ből 5 biztos csal, és ennél még lehet, hogy nagyobb az arány. Nekem már volt én egyébként, amikor megrettentem, amikor úgy valahogy úgy észleltem, hogy a medencének a tisztítórendszere nem működik 100%-os hatásfokkal, amikor elúszott mellettem egy ilyen körülbelül akkora méretű ilyen kis bőrdara, mint hogyha egy boa ved lett volna le. És akkor Hula bácsi az ünnepi az összes családtagot kitereltem a medencébe, és mondtam, hogy adjuk. Nem, inkább az uhanyozzunk, az jó. De kiről lázik le akkor a bőrdara? Miért lázott le, hogy honnan ázott le. Szerintem nem gondolnánk. Na most viszont ugye mondják, hogy pont most jelent ez egyik internetes lap, hogy megcsináltak ilyen ivóvíz mintát, és abban benne volt paracetamol, antibiotikum, stb. Na most például ez azt is kijelzi majd, hogyha esetleg a vizelet van visszaforgatva az ivóvízbe, és akkor én otthon megszínezem magamnak, hogy belerakom ezt az anyagot az ivóvízembe, és akkor esetleg azt is kimutathatja, hogyha valamilyen származéka van benne. Egy nem? Komplex vizsgálat egyébként mindenképpen, amiben ugye van laboratórium is, van érzékszervés. Tiszta. Jó, ti kijöttök mindig egyébként? Soha. Hát, őszintén, de tényleg soha, azért csaltunk már mindannyian legalább egyszer, nem? Figyelj, az internám már nem eresztál semmit. De neked ilyen kis nadrágod van, egy inkontinencia betűtve? Van, meg van húzva kicsit gumis a szára, érted, és mint a babáknak. Egyébként lehet kapni ilyen nagyon aranyos, csecsemők számára fejlesztették ki, olyan pelenka, egyébként, amivel tudnak fürödni. Tehát egy ilyen fürcsizős pelenka. Van, az a vízi pelenka, persze. Hát az a, amiben fürdenek. Szerintem nem szégyen. Egyébként tök trendi dolog, egy ilyet is fel lehet hozni egyébként, vagy fel lehet húzni. Szerintem egy bizonyos kor felett már nem csodálkozik. Rajta mindig van, csak kicsit utána meg kilóg a fürdőnadrágból. vissza kell mindig tűrni. Jó, ha valaki esetleg úszómesterként dolgozik, írjon már nekünk, hogy ez létezik-e Magyarországon legalább egy high-tech úszodában valahol. Van-e állítólag, van, ahol pirosra festi, van, ahol kékre festi. Ez a technika bejött-e már Magyarországra, mert szerintem ezzel csak ijeszgetik a jó népet, de ez nincs. Ezt most fejlesztik, akkor ez egy ilyen legenda, hogy ez már van, nem? Ha ezt texasi tudósok ezen dolgoznak. De lehet, hogy nekünk már van, nekik nincs. Hogyha viszont lesz ilyen, akkor a megelőzésre is, illetve az akciónak a kezelésére is fel kell készülni. Emlékeztek biztos ezekre a kis játékokra a Vidán Parkból, mi is talán beszéltünk róla egyszer, amikor bedobtad a 20-asodat, és akkor megindult egy ilyen kar, egy ilyen kampóval, és akkor leereszkedett, és felhúzta a plüss figurát. Na, egy ilyet kellene a medence fölé. És akkor ilyen kis joystickokkal irányít, ahol megjelenik a kék folt, vagy ilyesmi, szépen bemegy a medence fölé, leereszkedik, összemarkol, kihúzza, kiemeli, kiviszik. Igen. És mindenki látja, hogy ott viszik, nézd. Balcsiba más? Az más. Balcsiba más? Én ezért szeretem a természetes vizet, mert ott érted. Balcsi, hát az... Velencei tó tenger. Figyelj, hát az, szerintem az a természet körforgása, az gyakorlatilag ott részévé válsz az ökoszisztémának. Meg ott akkora a víztömeg, így hogy van. Sokkal jobban eloszlik. Tehát szerintem ott ér.
Tehát Balcsiból nem jövünk ki. Nem. Jó, de hát tavaly nyáron, amikor nálunk voltatok a Velencei tónál, ott sikongattál a közepén, hogy ki jött. Igen. Sikerült, Feri. Igen. Na jó, van, mindegy. Az picit olyan egyébként, mint a beltetés, mint a bojlizna. Na, oké, úszómesterek írjanak, hogy valaki tud erről, hogy a saját medencében van-e ilyen. Jó? Mi a helyzet? Még a fűrészelés játékunk nem volt. Nem. Single book, ugye? Így van, pontosan. Single book játékunk. Single book, igen. Férfiakat, nőket választottunk, Laci? Férfiakat választottunk. Bár ugye talán Miskolcon voltak női hallgatóink, egyébként abszolút helytálltak. Csilla és Viki. Mi vagy te egy komolyan megjegyzem. Életre szóló kapcsolatok szövődnek köztem és a hallgatók között. Igen, Csilla és Viki volt Miskolcon. Ki volt hétfőn? Hát már nem emlékszem, csak a csajokat jegyzem meg. Ez a fura, hogy csak mindig a csajok maradnak meg. Ó, hát és itt van. És itt van a jó kis helyszín. Hát a jó kis bakkunk. Mit csináltatok a forgáccsal? Söpörtetek? Vagy odaadtátok valami állatkereskedésnek? Nem, dolgoznak a fiúk, tehát gyűlik. Gyűrék, igen, nagyon szép. Egyre kisebb ez a rönk egyébként, olyan, mint egy ilyen diós beigli. Van még fán holnapra? Van, igen. Jó, megnyugtattál. Hány kilós egy ilyen kis rönk, amit így feltesztek? Hát ebben, amikor teljes egészében van, akkor ilyen 60 kiló körül van. Azt a mindenit, az már nem annyi, mint te vagy, Jani. Így van, nem, egy picit nagyobb. Na, hol vannak a versenyzőink? Ti vagytok azok, oh. Négy nevet kérünk. Gergő vagyok. Laci. Gergő és Laci. Hát azért ez egy férfias dolog. Tehát igen, egyébként kezd már híre menni ennek a fűrészelésnek, és emlékeztek rá, hogy hétfőn miből indultunk, milyen testi adottságokból, egyre vaskosabbak a jelentkezők. Igen, Gergő és Laci mind a ketten akkorák, mint Feri, vagy majdnem, és hát igazából elég mokányok. Hát kell is. Jó, ki legyen az első? Ki kezdje? Jó? Kezdem én. Akkor. Gergőként kezdette? Gergő, jó? Egy munkavédelmi sapkát vegyél föl, szép, stíles, nehogy véletlenül ketté fűrészeld a fejed. Erre való. Tessék, mennyi most gyönyörű. A legjobb időnk? Mennyi a legjobb időnk? Tudjuk? 40, akár mennyi? 46 másodperc a legjobb idő. 46 perc. Igen. Az előbb beszéltem egy srácot, gratulálni akartam neki a fűrészeléshez, és mondom, mennyi volt az idő? Azt mondja, 6 perc. Na, mondom akkor a részvétel a fontos. Igen. Na, Gergőkém, mikor fűrészeltél utoljára, vagy csináltál-e bármilyen ilyen kerti munkát, vagy hasonlót? Hát szerintem van már több, mint egy éve. Komolyan? Mit kellett akkor csinálni? Már nem emlékszem. Csak kim voltál a kertben, valamit csináltál. Jó, mivel foglalkozol egyébként? Én Ausztriában dolgozom. Ja, Ausztriában. Jó, és hol dolgozol, akkor erre nyilván megmondod azt, hogy mit. Mosogató vagyok, és vad. Nem tudom, mennyire is. Vad vagy? Vad vagy? Mosogató vagy, és vad. Vad mosogató. Egy vad mosogató. Jó, hát ez fizikai munka volt, azért kell kondi igazából, az ember egész nap mosogat. Úgyhogy lehet, hogy ez menni fog. Mutatunk azért egy ilyen kis fűrészelést? Vagy legalább igen, fogást. Hát mindig meg szoktad mutatni, hogy hogy kell megfogni. Magát tudod, hogy kell megfogni, mindig van egy ilyen kis bemutató. Na, figyeljetek, mert hogy itt a szakma, a mesterség összes fogását elsajátíthatjátok. Nagy széles terpesz. Az nagyon fontos, a nagy terpesz. Széles mondjad? Terpesz. Terpesz válasz, egy kicsit beméred magadnak a fűrészt, hogy ha előre dőlsz, akkor pont arra önkig kényelmesen elérjél. Jobb kéz alul, bal kéz felül. És próbálod minél hosszabban húzni a fűrészt. Uh-huh. Ez mind nem fog eszedbe jutni majd, ha már így fogod van. A fűrészt egyébként, tehát ez abszolút fontos, de ebből semmi nem fog csak eszedbe jutni. Nagyjából megmutatom, jó? Jó, tessék, na. Figyelj! Uh-huh. Jó, persze, így könnyű, mert nem akad bele a fog, tehát ez így... Így én is de tudom, csak így, sokáig tart. Így sokáig tart, tudom pontosan. Így azért nagyon sokáig nem egyszerű. És előtte mindenképpen, mielőtt elkezdenétek a mozdulatokat, fölényesen nézzetek körbe, és köpjetek egyet. Gyerekek, ezt a 7 másodpercet még mindig nem tudom fölfogni. 9, a világ, nem 7. Most a 7 vagy 9. Jó, kicsit 2 ide vagy, de nem számít már. Kicsit mindegy egyébként. Na Gergő. Gergőként, megkiállsz akkor? Megpróbálod? Jó? Ha ügyes vagy és tiéd a legjobb idő, akkor lehet egy gyönyörű láncfűrészed. Azzal már bármit tudsz csinálni, anyósnak is neki szaladhatsz, hogy bárminek, mire azzal tényleg sok mindent lehet. Órát elindítjuk, nézzük meg akkor, hogy megy. Jó? Mehet? Na. Rajta! Figyelj, Gergő! Aha. Oly, de jó! Igen, te úgy látod? Aha, már nem. Aha, kicsit messzébb állok, mert ha kicsúszik a fűrész, akkor viszont tényleg amputálja a bal lábamat. Gyerekek, ahogy haladunk előre az időben, játékosaink egyre jobbak, nem? Én érzek egy Isten áldott a tehetséged a technikában. Gergő, mondjad? Neked ezzel kéne foglalkozni, már látjuk. Igen, Gergő szépen neki feszült a fának, és folyamatos fűrész mozdulatokkal egyébként akadásmentesen egészen jól halad. A 40 másodperc az valószínű nem lesz meg, de egy percen belül egyébként meg lehet. Most tartunk a fának a felénél, és eddig egyetlen egy fűrész akadás sem volt. Egész jó, nem? Nagyon jó, addig én mérek rajta egy nyaki pulzus.
Nyomjad, Gergő, ne add föl, lassulsz. Apa, lassulsz a második így felére. Van, igen. A világbajnok most zuhanyzott le, most hívta föl az anyját, hogy megnyerte a versenyt, és már a lakókocsiában pihen egyébként, és így nézi van a plazma tévéjét. Na, 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 Gergő, egy pillanatra megfáradni látszik. Így van, a világbajnok most elégítette ki az első hostess lányt. Most a másodikat, és most egy hostess srác is megy. Nagyon jó. Hát Gergőként már csak egy olyan 40-45 darab húzás, és meg is vagy. Jó. A kondi terén azért van egy most kis fejlődni való. Most és fog... most vonult vissza a világbajnok. Igen, és most már a világbajnok a tranzitban Feri egy egyen várja, hogy az országot. Így van. Mennyi volt ez? 1.21. Hát ez egy közép mezőnyre elegendő kis idő, intervallum. Oké, Gergő. Nagyon szép, vékony szeletet vágtam. Nagyon szóval az egyik legszebb. Igen. Az egyik legszebb szelet, amit eddig láttam. Nagyon komolyan szép. Mondom, tényleg ebbe némi kis csicseri borsogolyó, kis zöldség, joghurtos ötlet, és kész a falafel. Tényleg, vagy egy ilyen kis parasztálat tudsz, fölraksz rá egy csomó mindent, és így tudod rá is szervírozni, igen. Oké, köszi, na, Gergő. Laci. Lacikám, figyelj ide, ezt a dolgot tudod nyerni. A legfontosabb, hogy jó lenne azt a 40 akárhány másodpercet. Tessék? Azzal. Igen, kérdezte Laci, és rámutatott a motoros fűrészre. Figyelj, elég jó erőben vagy legalábbis úgy tűnsz, sportolsz valamit? Mit csinálsz? Már nem sportolok, fociztam, de idén körülbelül 20 köbméter fát vágtam össze. Komolyan? Na. És fűrészelés volt benne, vagy csak fejszet? Olyannal volt fűrészelés. Mindez egyfajta illegális fakitermelés keretein belül, vagy legális? Nem, legálisan. Teljesen legálisan. Nagyon. Egy neves bosszú volt egy ismerősénél, akinek faháza van. Igen. Na, Lacikám, hát ha hallottál minden instrukciót, feszülj neki. Jó lenne még azért ma vagy holnap megdönteni ezt a 45 másodpercet, nem? Én örülnék neki. Igen, mert végre valaki csinál, amik egy 40-et, már a helyszínen át is adhatnánk a láncfűrész, mert annál jobb nem nagyon lesz. Hú, megint jött a kis lakszag. Bizonyára. Gyertek közelebb. Lejjük, még egy ás, és megjön a buli. Ettől kicsit mindig betépek én is. Mehetünk? Akkor. Hajrá? Na, Lacikám, 3, 2, 1, és tessék! Aha. Ez az! Ó, gyerekek, itt rutin van. Laci teljesen más mozdulatokkal csinálja, mint Gergő. Hosszabbat húz a fűrészem, vagy igen, hát legalábbis az elején úgy nagyon tűnt. Nagyon jó vagy, Laci. És picit közelebb is megy egyébként, mint Gergő, haraphatja is. Igen. Figyelj, megy ez. Megy ez. Gyerekek, nem lehet, hogy ez a 40 másodperc, és az valakinek az ismerőse is lehagyott egy nullát véletlenül, igen, vagy egy 40 egy volt. Egy tizedet lehagyó. Igen, egy 40 volt, de beírom 40-re. Hogy lesz az a fűrész? Tiéd lesz a motoros fűrész. Teljesen irálisnak tűnik. Gyerünk, Laci, mindjárt meg vagy. Laci nagyon jól halad. Gyerekek, komolyan mondom. Aha, vigyázz, mert egyébként mindjárt a fűrésznek a másik végére kibontod az alapkövét is a bevásárlóközpontban. Kicsit leássuk. Gyerekek, ha ez pár másodpercen belül leesik, akkor még az is lehet, hogy új országos csúcsá be. Laci! 50! Nem lehet. 50 másodperc. Na jó, de akkor próbáljunk meg pozitívan gondolkodni. Új győri rekord. Nézzük a jó oldalát. Lacikám, azért ez melós, nem? Ez melós. Ugye, figyelj, az egyik másodikra legjobb... Másodikra lenyomnám. Igen, de az egyik legjobb idő a tied, úgyhogy ez vigasztaljon. Nagyon, nagyon köszi, ügyes vagy. Jó? Egy-egy ajándékcsomagot adunk nektek. Sok-sok szeretettel. Tök ügyi voltál, Laci, komolyan mondom. Ez nagyon klassz kis teljesítmény volt. Figyeljetek, köszönjük ez szépen. Ez egyre inkább úgy tűnik nekem, hogy ez egy konkrét sport. Tehát, hogy itt nem egy szabadidős tevékenységről beszélünk, ez egy sporttevékenység. Ezt nagyon jól látod, ezért rendeznek belőle világbajnokságot. Hogy összeraktam ezt a dolgot? Elképesztő vagy, hogy már itt vagyunk 4 napja, és a végére összeáll neked, hogy miről is szól de ez igaz, a dolog. Lassan, de biztosan beépülnek nálam ezek a dolgok. Képzeld el, és van ilyen gerelyhajítás, gátfutás, ez az is egy sport. Már. Komolyan mondom, elképesztő. Hallod? Azt hittem, csak szivatnak, amikor ezekről meséltek. Igen, akadályfutás. Na jól van, ajándékcsomagokat megkaptátok? Megkaptátok. Köszönjük szépen nektek. Jó? Menjék ki egy kicsit levegőzni, Laci. Fújjál egy kicsit, Laci, mert tényleg elvágott. Mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, csak mondom azoknak, mert látom, hogy néhányan érkeztek még. Hello, csajó. Szevasztok, csajó. Mi a pálya? Jól vagytok? Jézusom, milyen arci, lazán. De rossz. Végig frankizett. Hello, csajok, mi a pálya? Jaj, én meg hasonlásom. Jaj, mindig feldobom a hangulatot egy műeséssel. Csak hogy jobban mulassatok. Szóval még néhány percig lehet leadni ugye a regisztrációs kártyákat. 10 után pedig tessék hallgatóinak az ujjaikat melegíteni, elküldeni, hogy 500 ezer, mert valaki 500 000 forintot nyer jövő hétfőn. Jó? Ez az, ami fontos. 9:30 múlt 1 perccel jövünk a nap legjobb pillanatai, vagy mindjárt. Egy született zenész, ennyi, egy született karmester, de tényleg. Feri annyira jól irányít.
Mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait, utána pedig már is sorsolunk. Ugye két dolgot kell még kisorsolunk, itt a helyszín a 100 000 forintot, illetve egy szép kis tabletet, ahogy szoktam volt mondani. Ma is iszonyatosan komoly és emberpróbáló kérdést teszünk fel majd valakinek. Egy jó? Hihetetlenül patent tabletért. És csak egy helyi pacák nyerheti meg. Igen. Beszéltünk a GKOSZ vezetőjével, Hámori Lászlóval, ők ugye a gépjármű károsultak országos szövetségét képviselték, vagy Laci őket képviseli, és ő az elnök. És arról beszélgetünk, hogy mi van akkor, ha az ember autójára ráesik egy virágcserép, rádől egy fa, mi van, ha a biztosító el akar bennünket utasítani, kitől lehet segítséget kérni, egyáltalán mit tudunk csinálni. Sokszor tapasztalja az ember azt, hogy a biztosító nem mindig korrekt, persze vannak korrekt biztosítók, azért azt is mondjuk el, de nem minden esetben megpróbálják a kárt másra kenni, nem kifizetni, vagy vízmajorra hivatkozni. Fölhívtuk, és nagyon érdekes dolgokat mondott. Valamint arról is faggattuk az itt jelenlévőket, hogy ki mi akart lenni gyermekkorában, és ahhoz képest mi lett, ki mennyire sodródott távol attól, amit eredetileg eltervezett. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ez itt a Morning Show. Nézzük egy ilyen konkrét példát, hogy jövök ki, és egy rohadt nagy virágcserép ott van mondjuk a motorháztetőn. És egy gipszangyal belefúrodva a motorháztetőn. Igen, legalább szép benne a muskátli, azt haza tudom vinni. De hogy ilyenkor egy autós, mondjuk mi a legfontosabb, fotózzon, tanút, hívjon, csöngesse be a házba, mit csináljon? Ugye azért elég furcsa a virágcserép akkor, hogy az autónk tetején, hogyha nincs a közelben ház. Ugye akkor valamilyen fotballmérkőzésre kell gyanakodni, vagy valamilyen tüntetésre, hogy ott röpködtek a virágcserepek. Ilyen esetben ugye hát biztosítási fedezetre nem nagyon lehet számítani. Viszont hogyha egy háznak a fa közelében állunk, és látjuk, hogy ott a második emeleten egy komplett botanikus kert van kiépítve, és onnan valószínűleg leesett egy virágcserép, akkor igen, oda be kell csöngetni, és a virágcserepet ugye megőrizve meg kell kérni a háznak, a lakásnak, az ingatlanak a tulajdonosát, hogy írjunk már néhány sort erről a dologról, és ugye a legfontosabb kérdés, hogy van-e biztosítása. Ilyenkor ugye akkor van baj, hogyha az adott háznak, ingatlannak, lakásnak nincs biztosítása. Ilyenkor a tulajdonos a saját vagyonával felel, a kárt meg kell téríteni. Mi van akkor például, ez egy hallgató kérdezés, jó kérdés, ha a ház mondjuk úgy leveszi magáról a feszültséget, vagy leveheti egyáltalán, hogy kiírja, hogy a ház mellett csak saját felelősségre parkoljon. És ezt úgy kirakja. Akkor mentesül nagyon sokat látni. Mentesül a felelősség alól? Igen, mert ez úgy járt el, ahogy tőle elvárható. Kártétési igénnyel, kicsi eséllyel indulhat. Ez is érdekes egyébként, hogy így veszik le magukra a felelősséget, de nemrégiben láttam egy olyan kis szerződést, egy sportversenynek a nyilatkozata volt, alá kellett írni minden egyes résztvevőnek, az volt benne, hogy a szervezők hibájából előforduló halálesetekért a szervezők felelősséget nem vállalnak. Jézus, és ez az tudomány. Komolyan. Jézus Mária. Hát ilyeneket nem lehet kikötni. Hát ez a szerződési feltétel semmi is. Ha meghal valaki és a szervezők hibájából történt, hát természetesen nekik felelősségük van, attól függetlenül, hogy ezt kikötötték. Laci, beszélj még egy dologról, mert szerintem azt is kevesen tudják, hogy például a kötelező felelősség biztosítás terhére ugye nem csupán az autóban okozott kárt kell megtéríteni, hanem a bentülőknek mondjuk, ha bármilyen sérülése történik, kórházi kezelésben, bármi, ez is behajtható. A káresemény során felmerülő összes kárigényt ki kell elégíteni a biztosító társaságnak. Természetesen, hogyha egy kicsit morbid, szélsőséges példát szeretnék hozni, ha a haláleset történt, még a temetés, sőt, talán még a halotti tornak a költségeit is meg kell, hogy térítse a biztosító. Kicsit morbid a példa. És persze később ilyen, mert minden egy csak a virágot, amit a halottak napján kiviszel, tudod. Hát ez már egy áttételes dolog, ezt nem, de a temetési költséget és az ezzel kapcsolatos járulékokat már fizettettünk. A tárgyikárokat is fizetni kell, mert akkor látom már az autósokat, hogy egy törött laptop, itt van az eredeti Pogány Madonna összetört. Jaj, és ez is ledőlt, húha, ezt is elvitte a szél. A laptop az nagyon aktuális téma, a laptop nagyon sokszor leesik balesetnél az autóban, és nagyon sokszor el is törik. Hát ezek ugye olyan furcsa összekacsintások, amit ugye hát a biztosító nem néz jó szemmel. Például, akik motoron ülnek utasként, és a motoros hibázik, mert olajfoltra ment, mert gyorsan ment, mert nem tartotta be a sebességet, és a motorosnak az utasa megsérül, azt a motoros felelősség biztosítója meg kell, hogy térítse. Ne jó, ezeket sokan nem nagyon tudják. Komoly. Nagyon sokan nem tudják, és ezeket a kárigényeket bent hagyják a biztosítótársaságoknál, igényt sem jelentenek be.
Pogi, hello. Figyelj, neked van valaki, aki ezt szeretné hasonlítani? Vagy ha mondjuk most egy szakmát kellene mondanod, akkor mit mondanál? Mi lennél? Énekesnő, színésznő, mint a brit kislányok, vagy valami mást mondaná, Bogi? Én orvos akarok lenni. Hát látod? Na nézd meg ezt az elhivatottságot. Hihetetlen látod? Vagy. Hihetetlen. És milyen orvos? Állatorvos vagy emberorvos? Emberorvos. Pszichiáter. Ja, kicsit be van lőve gyerekek azért. Bizony. 11 évesen orvos, pszichiáter. Tisztában vagy a magyar lakosság mentális állapotával. Nagyon helyes egyébként. Jó szakember, gyerekek, ránk férhet. Magyarországon még kicsit mindig azt gondoljuk, hogy milyen cikkel menni pszichológushoz, pszichiáterhez, de hogy az? Hány emberre ráférne? Ott áll a barátnője, megszólaltatod őt is mellette, hasonló formalizó. Hello, hogy hívnak? Laura. Te is ilyen komoly vonalon. Én anesztiziológus akarok lenni. Te is ilyen komoly vonalon utazol, Laura? Igen, én is orvos akarok lenni. Mi van, hogy egy orvos familiából jöttetek? Vagy, csak iskolába együtt járunk. Ja, és oltogatjátok egymást. És már fertőz. Aha. Fertőz az elhivatottság. Neked valami kedvenc bárki, aki magyar előadó közül? Csak úgy kíváncsi vagyok, hogy most a magyar kislányoknál van ilyen, hogy idol vagy, így kire néztek föl, van ilyen? Doktor Albán. Hát Doktor Albán. Van neked ilyen? Hát igazán Bogi. Na, te ismered a Bogit? Tessék. Igen, de ezt itt mellette. Ja. Hány dala van ennek a Boginak, Laci? Egy? Kettő? Egy elment mellettünk akkor. Hát. Igen, húha, 50%-os hatás volt. Na nézzük egy-két felnőtt hallgatót, hogy fiatal korában mire vágyott, jó? Szakács akartam lenni, és szakács is lettem. Ennyi. Kérem, micsoda életpálya, kérem szépen, nagyon érdekes. Ezt már gyerekkorodban tudtad? 6-7 éves koromban már. Mondhatni, hogy főztem. Aha. A félrelőkkel a mutárt a konyhába, és odaállták kicsit kocsvasztani. Te vagy az anyukája? Tényleg? Igen. És így volt? Igen. Sziasztok, Anita vagyok. Hát én pénzügyi területen dolgozom, és ez is volt az álmom. De gyerekkorodban van hogy miről hát álmodozol? Ebbe csöppensz bele, akkor ezt szereted. Én még sem lettem például gépkocsi vezető igazából. Ja, mert hogy te otthonról ezt hozod. Így van, ez volt. Hát, mert mondjuk, egyébként én szerettem volna mondjuk Bruce Lee lenni, de egy idő után rájön az ember, hogy nem hongkongi színész családból származik, nem az Egyesült Államokban születik, és nem tanul semmiféle harcművészetet egy Ip Man mestertől, és akkor így nem leszel Bruce Lee. Még én is örülök, hogy nem a családi hagyományokat követem, mert édesanyám védőnő, elég furán néznék ki. Igen, Sebestyén Balázs védőnő. Szopott vár a gyermek, mennyit el? Igen. Sebestyén Balázs védőnő. Jó reggelt mindenkinek. Megjött a védőnő. Hogy vagyunk? Ha azt megkérdeztük, hogy ki a valósította meg a gyerekkori álmát, akkor ki az, aki a legmesszebb került a gyerekkori álmától? Mert az is egy ott... Na, tessék, tényleg, elhatároztál valamit, és soha többet nem kerültél a közelébe. Én katona szerettem volna lenni, lettem CNC esztergályos. Az elég messze van a kettő. Hello, jó reggel! Hello! Na, hogy hívnak? Kovacsics Adrián. Adrián, te is nagyon messze mentél, ahhoz képest, ami akartál? Hát eléggé, fodrász szerettem volna lenni ilyen 7 éves koromban, és most marketinges vagyok. Az igen, a fodrász szakma mostanában nagyon menő egyébként. Nagyon, nagyon megy, és eltalácsoltak, hogy láttak egy-két referencia frizurát, és mondták, hogy inkább reklámozd a szakmát. Hát mint, hogy... a Barbie babáimnak még azért próbáltam egy kicsit így a hajukat nyírni, aztán rájöttem, hogy hát nem igazán megy. Azt én is csináltam, két dolgot csináltam Barbie babával, mindig levágtam a haját, meg a másikat nem mond. Meg nem, csak benéztem. Gyerekek, álljunk már benéztem meg a lába közé. Sebestyén Balázs férfi, van egy férfi testvére, egy bátyja. Mit kerestek nálatok a Barbie babák? Mindig azt kaptam karácsonyra. Nem tudom. Mindent értek. Anyám még lánynak neveltek. Nem, mindig amikor elmentünk olyan gyerekek. Engem zavart volna az, hogyha keneket kaptál volna, és kenek alá nézegettél volna. Tehát, hogy így, szerintem ezzel így van. Mindig elmentünk olyan gyerektársághoz, ahol volt egy-két Barbie baba. És mindig megnéztük, hogy mi van a lába között. Aztán minden gyerek megnézi a Barbie babának, hogy mi van a lába között. És találtam olyat, akinek meg volt csinálva a csúnyája. Hoppá. Uh-huh. És akkor a bátyát Tamás szólt, hogy Bali, szerintem ő él. Vigyük haza. Ő nem Barbie baba. Gyerekek. Katika néni kislánya. Nézd, beszél itt. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:40 múlt 3 perccel. Hello mindenkinek, drága Györgyek, itt vagyunk még. Jó sokan vagyunk azért. Bizony, mindenki... hála Istennek, nem tévedtetek el. Igen, mindenki ide talált, mindenki megtalált minket, jó sokan állnak a képletes üvegstúdió előtt, mert hogy ugye most nem állítottuk fel az üvegstúdiót, egy ilyen kis virtuális díszletben, asztalokkal, mindenféle szép kis installáció mellett üldögélünk. Soha nem volt még ilyen ember közelben aztán. Gyerekek, soha nem voltunk ennyire közel hallgatókhoz. Ha valaki egyébként a Győr belvárosában autózik a Megyeháza téren, írja már meg, hogy van-e egy pár ember, aki így áll, hogy hát ha még megjönnek. Hát az eredeti helyszínen. Nagyon elvetemültnek kell lenni. Új hír a Völgyhídról. Völgyhídról, most gyerekek. Ez nagyon érdekes. A Völgyhíd összeomlott. Ne. A Sompi küldte nekünk.
Oké, akik az autópályán haladnak a Balaton déli partja közelében, azok vezessenek óvatosan, akkor a cél van, hogy dobálja balra-jobbra a kocsikat. Ezt Bob küldte nekünk Siófokról. M1 Hegyesalom felé 152-es kilométernél egy Yetiből trafiznak, és Páhi belterületén kék Skoda. Ezt Jaki küldte nekünk, ott is ugye trafiznak. Jól van, na, azt mondja, hogy mivel kezdjük akkor, sorsoljuk ki szerintem, jó? Sorsoljuk. Úgyis erre vár mindenki. Sorsoljuk, így van, a 100 000 forintot, hogy ki lesz az a szerencsés, illetve kikapja a tabletet. Tabletet, ahogy egész héten mondtam. Mert hogy ugye az is van, ott majd egy kérdésre kell válaszolni. Na, Jani, hát egész héten olyan ügyesen sorsoltál, hogy én nem venném el ezt tőled, ezt a lehetőséget, hogy ma is Aranka legyél a sorsolási bizottság közjegyzője, aki mindent rendben talál a sorsolással, és húzzál egy nevet. Ez azért jó, mert tudod, egyszeret. Bizony. Ja, igen. És az összes többi meggyűlöd. Köszi, Jani, köszi. Kis kacsa. Gyerekek, rengetegen regisztráltak. Nagyon sok papírunk van, úgyhogy szépen válogassál. Van. Túrjál bele. De Istenem, ezt látom. Ahogy otthon szoktál a stoppolt zokniait közé, hogy ma melyik színűt vett föl, a kekit vagy a kekit, és válasszál akkor egyet. Jó? Egy stoppos vagy két stoppos? Stoppolja az okniát. Tudtad? Stoppolja az okniát? Szenzációs, nem? Szeretem stoppolni az okniát. Minden ember szereti stoppolni az okniát. Úgy szoktam egyébként csinálni, nem hogy... Érdekel. Nem. Én veszek 300 forintért 15 darabot. Ide lassan egy rossz megoldás. Na, Jani! Hagyományos villanykörtén is lehet, de van az úgynevezett stoppoló faja. Atyaisten, egy analóg srác vagy ebben a digitális világban. Ma de, még húzol, de, vagy, de vagy műszállal, mi van? Csak műszállal van, pamutott pamuttal, tehát ilyen tekintetben igényes vagyok. Az a lényeg, hogy semmiféleképpen ne kapkodj, tehát lassan a Csabinak már nem lesz műsor, egyből a piros kezd majd délután 2-kor, amikor a véget ér a morning show. Jani, az lesz, hidd el, hogy ő a nyertes, húzd ki. Figyelj, a szemfelszedéshez például nem értem. Menj már! Ja, bocsánat. Nem akarlak nagyon megzavarni, de nem baj, ha kihúzol egyet. Tehát, na, megvan? Lány vagy fiú? Add uram, hogy itt legyen, mert akkor még egyszer kell húznia, és az még 8 perc lesz bruttóan. Na. Jó hír, nyomtatott betűkkel írt a lány. Köszönjük, drága Győriek, köszönjük. Figyeljetek, illetve egy ember nagyon figyeljen, akit úgy hívnak, hogy... Lány vagy fiú? Lányán? Fiú. Köszönöm. Figyeljetek! Gyöngyi. Pongrácz Miklós! Gyere, Miki! Székfolt, ide gyere! Ne menj arra, Miki, ide gyere! Ne a Maruta váltóba menj! Mész össze-vissza! Gyere itt, erre! Hello, Miki! Hello. Mikikém, nyertél 100 000 forintot! Köszönöm szépen! Na, mit szólsz hozzá? Hát, boldog vagyok, örülök. Mikor dobtad be a kis cetlit? Még korán, 7 óra fele. És azóta itt vagy? Azóta itt. De jó, szeretem, hogy a valutaváltó felé indultál, azt hittem, ott lesz, hogy kifizet. Hát, azt hittem, ott van az átadás. Persze, euróba fogjuk neked odaadni. Ennyi az euró, basszus. Nagyon ügyes vagy, van egy kérdés, amire még válaszolni kell. Jó? Honnan tudjuk, hogy ő az-e? Most bárki idejön és azt mondja, hogy én vagyok. Igazold magad, honnan kérlek. Honnan tudod, hogy te vagy a Miki? Igazoljam? Milyen? Mivel tudod? Hogy hívnak? Bármi. De várjál. Pongrácz Miklós. Ő az, gyerekem. Nem lehet más, hát egyezik a név azzal. Hamis személye bárkinek lehet. Várjatok, kitaláltam egy jobbat. Itt van az e-mail címe. Írok neki egy e-mailt, megkérdezem, hogy ő-e. Megvárjuk a választ. Ha nem ugyanaz a név, érted? Hát persze, hogy ugyanaz. Hát nem lehet más. Figyelj, egy kérdésre még válaszolni kell. Nagyon nehéz a kérdés. Hol leszünk? Elvileg hol Pécsen. Leszünk holnap? Pécsen. Így van! Kérem szépen, ez elvileg, ugye? Reméljük, hogy meg tudjuk tartani a holnapi morning show-t. Jól van, Mikike, mit csinálsz a 100 000 forinttal? Mesélj egy kicsit! Hát igazából ketten jöttünk, megegyeztünk, ha valamelyikünk nyer, akkor 60-40 arányba elosztjuk. Már aztán, annak 60, na, akinek a hát nevét hozzá? Hát 60, aki nyer, amelyikünk nyer. De és szép! Ez egy korrekt, szép leosztás. Ez igazságos, korrekt. Uh-huh. Egyszer nem akarsz várnám. Most változtatni 80-20-ra? Gondolkoztam rajta, lehet kéne, de hát. Fogadtunk, úgyhogy... Ismerős barát, rokon barát, esetleg? Igen, barát. Mert erre hátul kimehet szerintem. Ja. Nála van a cuccom, úgyhogy... Az nagy baj. Mi lesz a 60 000-re? Csak mondj valamit. Hát valószínűleg holnap elmegyünk bulizni. Na. Aztán a többi az meg majd...
Hát az egyszerűen... Majd kiderül. A maradék 3000 mega. És majd ír nekünk egy SMS-t holnap, hogy, hogy féljetek, nagyon jó volt a buli, bedzsináztattak, a pénz is elment, hát egy szár gatyába találtak rám itt a hatjévjáknál, a megyeházat tér előtt. Tüdőgyulladásom van. A rendőrök ébresztettek. Igen. Hát nagyon sok barátod lesz, ennyi pénzzel bulizni mész. Érezd magad jól, örülünk, jó? Én is. Köszönöm szépen. Próbáld elviselni azt a sok-sok tekintetet, ami most mind téged utál. Jó? Köszi, hogy játszottál velünk, és hogy hallgatsz minket, és hogy itt voltál, gyere. Oda átra a lányokhoz. Fölveszük az adatokat, új lenyomatot, Iris, minden megnézzünk, hogy, hogy tényleg te vagy-e. Jól van, oké, 100 000 forint. Aki nem nyert, neke se legyen el, 10 után tessék gyorsan SMS-ben küldeni, hogy 500 000, hétfőn még akár a jelenlévő közül, vagy akár a regisztráltak közül sorsolunk 500 000 forintot, és azok is játszanak, akik bedobták ide. Ha nem tudtátok bedobni, küldjetek SMS-t, ha nem vagytok itt a helyszínen, tehát az egész ország részt vett, pontosan ezért találtuk ki, hogy ne csak azok kapjanak lehetőséget, akik itt vannak a helyszínen. Oké, a tablet. Ó, egy hihetetlenül patent. Tabletről hát van például szó. Például egy tablet. Így van. Egy tablet sorsolás. Na. Egy helyes pacáknak, vagy egy helyes lánynak. Azt hittem, hogy P-vel folytatod. Ki az, aki, drága Győrék, ki az, aki szereti Kassa Tibit? Tegye föl a kezét. Egy, jó van, nincs kettő, túl jelentkezés. Hát ezért nézik csak annyian a műsorán. Még így is többen nézik, mint a Hajdút. az is igaz. De nagyon sokan jelentkeznek. Gyerekek, szeretik Tibit, ez mi abszolút a mi gyermekünk, úgyhogy ennek örülünk. Na, ki szereti, tegyétek fel a kezeteket, jó? De őszintén, de jók tényleg, vagytok. Akit szeretik. Mennyien szeretik? Nagyon jó. Kassa Tibivel kapcsolatos a kérdés. Csak el kell, hogy mondjam. Jó valakit, akkor megszólítunk. Nem egy ilyen alapkérdés, nem gyerekek. Egyszerű nem kérdés. Egy kis alapfacat. Tehát most az jelentkezzen, aki szereti a Tibit, és nagyon sok mindent tud igen. róla. Aki tudja, hogy milyen alsógatyában alszik, milyen színű az ormányos alsónadrágja. Hány fog van a szájában. Így van. Miért hord strandon tangát. Tehát minden olyat, amit a Tibiről tudni lehet, azt ő tudja. Ugye? Nekünk egy ilyen ember kell. Így van. Mikor volt az utolsó zsírleszívás? Vagy, úristen. Mindig próbálok egy határon lavírozni, azonnal átmész a határon. Na, szóval, tegyétek fel a kezeteket? Még egyszer? Na, jó. Hol vettek? Azt tegye, aznak maradjon fönn a keze, aki látott már Kassa Tibi műsort. Igen? Nézd meg, aki még többen. Akik nem szeretik, azok is megnézik a műsorát. Tibi, jó vagy? Nagyon-nagyon-nagyon kemény lesz a kérdés, tényleg ez csak egy orvosi szaklapban jelent meg korábban, hol vesztett el a seggét Tibi. Igen. És mit ültettek be az alsó állkapcsába? Persze, szegény. Már írt SMS-t, várjál. Tényleg? Tibi, én szeretlek, én megvételek, ne nekem írjál, de azért elolvasom, mit ír. Hát mondjuk nagyon, tényleg. Igen? Azt írta, ez az! Akkor adhatsz még neki nyugodtan. Imádja. Na, ott áll egy fehér lány rózsaszínben. Mi, jó fehér lány rózsaszínben? Fehér lány rózsaszínben. Ő is jelentkezett, jó? Nem, ő ázsiai. Nem, ő egy afroamerikai lány rózsaszínben. Hogy hívnak? Gyere beljebb. Gyere be. Jó, így. Ennél ne legyen szerényebb, mert akkor maradunk sokáig. Szia, mi a keresztneved? Zsike. Zsike? Zsike, de ez az Erzsikének a... Erzsikének a igen. Erzsike, nem szereted az Erzsikét? Nem. Az szegény, igen, megértem. És másik nevet nem kaptál. Márhogy, mert ő se szereti az Ottót. Nem, nekem a nagymamám Erzsébet, imádom, 86 éves, hogy akkor tök jó, de hát egy mai fiatal lánynak egy Erzsébet, nekem az a kicsit olyan nagyon komoly, igen. A Zsike, az megértem. Na figyelj, Zsike. Na figyelj. Várján, nagyon izgul. Meg akarod fogni Janinak a kezét. Gyere ide. Erzsó, gyere ide hozzá. Erzsó kasszony, lépje föl ide. Gyere. Szeretnéd, Zsike, ezt a tabletet? Nagyon szeretnéd, ugye? Szeretnéd? Igen? Nagyon jó lenne. Mire használnál? Dolgoznál? Vagy filmeket néznél? Vagy mit csinálnál vele? Nem tudom. Nem tudod. Aha. Új keresztnevet választanál? első körben biztos. Biztos. Na figyelj, a kérdés ez így szól. Hú, nagyon nehéz lesz. És nagyon jól kell ismerni Tibit. Szedd össze magad. Mi Tibi új dalának a címe? No! Nem állsz! Hát, mindenét! Jó, így de nehéz kérdés. Na? Tudom, értettem. Új dalának, új Tibi új dalának. Ha nem tudod, kiesel a játékból, és választunk más. Bizony. Akármennyire is meglepő egyébként, mert ő nagyon ritkán jön elő új dalokkal, ő egy énekes. Mostanában az igen, ez kicsit háttérbe szorul. Na, Zsike, ha nincs meg a jó válasz, akkor passzolhatsz, viszont akkor valaki más nyeri a tabletet. Hm? Passz? Bizony. Nincs meg? Mi kevésszer játszottuk itt a Klassz FM-en. Ő mutatta be nekünk. Igen. Ez egyik kedden. Múlt hét kedden? Múlt hét kedden, igen. Nincs meg, Zsike? Nincs meg? Nincs meg. Hát akkor nincs meg a tablet se. Sajnos. Jó. És nézd meg, senki nem súg. Most azért rendesen. Igen, most nem. Persze. Nincs súgás. Azonnal összezártak. Senki nem súg. Húha. Nincs meg.
Nincs meg, nem tudja. Zsike, puszilunk, köszönjük szépen, nem tudjuk odaadni. Egy ajándékcsomagot adunk neked, nem engedünk el üres kézzel. Közel voltál. Jó? Na. Mihez volt közel? Ott van egy srác, Csikolikám, mit csinálsz? Tanulsz? Nyilván hülye kérdés, mit csinál 12 évesen? Persze, dolgozom, nyilván ezt nem tudom. Mit tanulsz, Zoli? Mindent. Oh, egy igazi polihisztor. Így még bármi lehet belőled. Na, Zolikám, mit hívj új dalának a cím? Hello, idegen. Így van. Hello, idegen. És tetszik-e a dal? Igen. Gyönyörű szép tabletet adunk neked ajándékban. Jó? Van már ilyened? Nincs. Nem fogod eladni? Nem. Nagyon. Igen, picit féltem tőle, hogy nekem már van kettő, de majd az öcsémnek odaadom. Jó. Használd egészséggel, nagyon szép, lehet vele menni. A Lidl...